6 óra, 8 perc, itt vagyunk, jó reggelt mindenkinek, szavaztok. Hello, Laci. Hello, bocsi, jó reggelt. Jó reggelt, szia, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Ó, látom, felsőtestet függönyét behúztad. Bevizony. Hát ez hihetetlen, az előbb megdicsértük a blúzát még adáson kívül, Anett olyan blúzban van, amely sokat sejtett, nem mutat, de sokat sejtett, azt mondja, a gyár csinálta, így nem ő tépte szét, és most ezt a kis nyugdíjas kardigánt ráhúztad Most megtaláltam. De ezért megdicsértem? Vagy mert észrevettem azért? Azért, igen. Már én is láttam a kocsiban, amikor jöttem, hogy talán ez egy kicsit mélyen dekoltál, de... De helyes, tavaszias, nem előnytelen, hanem előnyös, tehát, hogy... Meg arra is, hogy csak az egyik felére húzta rá a kardigánt. Ez így jó, ezzel ki tudunk egyezni. Igen. De tényleg, nyugdíjas szürke kardigánt ráhúz a bájakra. Lehet, hogy a tükröt be kéne állítani a kocsiban, ha ezt látod. De jó, addig jó, amíg ezeket mondhatom, és ezért nem viszel a rendőr. Ja, hát nálad tényleg. Bármikor mondhatod, tudod, hogy... Tudom, hogy nálad igen, csak hogy ez hidd el, ez be fog gyűrűzni Magyarországra, hogy szerintem 5 éven belül egy ilyen kvázi bókot, vagy vicceskedés, vagy ilyesmit, nem engedhetsz meg magadnak. Az biztos. Amerikában már most sem nagyon. Hát ezt mondom. Igen. Így van. Mi van, Gyuri? Azt a maradék is lehetőséget is el akarják tőlünk venni, hogy vidámak legyünk, hogy kedvesek legyünk, hogy egymással jó fejek legyünk. Igen. Bókoljunk. Bókoljunk. Igen. Nem lesz bók. Hát értelmét veszti ez a szó. Ezzel megszűnik a bók, mert utána már enyhébbet sem mersz mondani, mert azt sem tudod, hogy szabad-e. Ami utána a londoni metróban már nem nézhetsz senkire, mert elvisz akkor is a rendőr, gondolj bele, hogy azt mondod, hogy milyen szép maga. Hát azért letöltendő azonnal. Az a tower. Én már mostantól kezdve nem dicsérek meg senkit, én nem várom meg az 5 évet, az a biztos. Jó, hát te eddig sem vitted túl. Azért, hát én nagyon vigyáztam. 82 óta érzem, hogy ez jönni fog. Nem bókolok. Na mindegy. Na, Rimóci Ferinek üzenem, csütörtökön megyek fogorvoshoz fogpolírozásra, reggel találkozhatnánk, Ildikó. Én csak ezt hagyonhatni ezt az SMS-t. Izgalmas. Program. Milyen kérdéseitek vannak? Polír előtt vagy után? Nem ez a kérdés. Hát mi a kérdés? De hogy miért nekünk, miért nem a Rimóci Ferinek üzeni ezt meg? Miért nekünk üzeni ezt meg? Elvesztette a számát. Igen, szerintem. Akkor indokolt. Ha elvesztette a számát Rimóci Ferinek, és a fogpolír után szeretne Rimóci Ferinek szépet csinálni, akkor, és nincs más lehetősége, csak az országos rádió, akkor értem Ildikót. Lehet, hogy ez van. Szerinted Rimóci Feri vár arra, hogy polírozott legyen a foga? Biztos. Eljön a nap, Rimóci Feri, polír lesz a fogam, és utána minden jó lesz. Szia, Feri. Szia, polírozva a fogam, azt ott a fogoros 2 óráig ne használjam. De mi, másképp történnek dolgok polírozott foggal? Hát maga biztosabb lesz szerintem az Ildikó. Nem tudom, én Anett beszámolóját akartam tovább hallgatni. Mit tud még ilyenkor? Hát ugye, biztos egy fogpolírozás után egyébként, amikor szép a fogad, akkor valószínűleg többet fogsz majd a Rimóci Feri. Rimóci. Rimóci Ferire mosolyogni. Lehet, hogy még több is lesz, mint egy mosoly. Abból indulok ki. Tehát valami ilyet ez, de nem azt délután ráír. Bocsinál, a sztori nem mosolyjal kezdődik. Nem az, hogy hol kezdődik, hol végződik. De nem az, hát amúgy nem írta volna meg Rimóci Ferinek, hogy miért. Hát akkor az lenne, hogy reggel találkozzunk. De hogy fogpolírozás lesz, Feri. Érted? Ferinek megüzente, hogy polírozott lesz a fogam. Igen. Nem lesz recés. 2 órán keresztül nyitva lesz a szám. Nagyon fáradt mit leszek. Egy fogpolírozott, te miért tartod, hogy nyitva a szád? Nagyon átver a fogorvosod. Egy fogpolír után nektek 2 óráig nyitva tartod a szád. Nem, te hülye, közben. A csukott szája nem tudja megcsinálni a legjobb fogorvos se. Vagy nagyon fáj. Na mindegy. Szóval ezt akartam értelmezni ezt a dolgot, de amennyiben valóban nincs már meg Rimóci Feri száma, akkor tökre értem Ildikót, hogy hozzánk fordult. Jó, hát jöjjön össze a randi, jöjjön össze. Uraim, jó reggelt, hajszál vékony vonal válassza el a szakadó esőben csónakban ülő horgászt egy idiótától, McLarenes. Uh-huh. Igen, ez érthető. Jó reggelt, Bocskorti, minimál bejelentkezés, Frankfurt am Main, 8 fok, Nagykozári fuvaros. Hú, ez mindenhol jár. Buenas morgenkrat, Tisza vizén csónakban, ha jól sejtem, Poroszlótól kicsit feljebb. Ja, görbüljön a bot, mi más kívánhatnék. Jó vételt is. A csibés, gondolom, ezt a McLarensnek üzente. Jó reggelt, Bocskortím. A világ minden táján van rajongótok, de aki azt állítja, hogy Nagy-Britannia területén nálam nagyobb bocskor rajongó, az hazudik. Üdv, Sanka. Oha. Kár, hogy nem megyünk oda. Most. Igen, most gyűlnek már egyébként
akik írják, hogy miért én vagyok, miért ő a legnagyobb rajongója a Bocskor csapatnak, mert hogy ugye megyünk személyesen, meglátogatunk egy nagy rajongót minden városban a reggeli show előtti napon. Így van, és van egy nagyon jó kis Bocskor VIP box, nagyon különleges kis dolgokkal benne, majd azt meg fogjuk mutatni egyébként, és ez a videó is már fönn van a Facebook oldalon, oda tudjátok megírni, hogy miért ti vagytok a legnagyobb rajongók. Egy újabb reggel, hello, mindjárt itt a turné, szívesen, Csubika. Jó, hát tudjuk, Csubika, hát mi megyünk. Be van írva. Nem terveztünk semmit a jövő hétre mást. Anett írt időjárás jelentést. Szóval, hülyét csinál ez az időjárás belőlünk. Hát ne olyan több eszámba írd ezt. Igen. Miért? Mi van? Hát most vagy olvasom tovább? Olvas tovább, nyugodtan. Majd meghűlsz a végére. Olyan hülye leszel a végére, mire elolvasod. Az elmúlt sok év tapasztalata szerint már jóval 25 fok felett kellene, hogy legyen a hőmérséklet, na ehhez képest sehol sem tart. Nem bizony. És most ezt muszáj volt kiadnom magamból. Ma ugyan sok lesz a napsütés, de lehet egy-egy futó zápor is, a szerda már csapadékosabb lesz, a csütörtök viszont újra napsütéses. Mindkét napon 20 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Ervin névnap van ma. És itt vannak az évfordulók. Ma van a szellemi tulajdon világnapja. Uh-huh. Na ez egy fontos dolog, a világnapok egyébként amúgy nem érdekel, de a szellemi tulajdon nagyon fontos. Hányan lopják, hányan használják másét, hányan gazdagodnak meg belőle. Igen, és hányan nem tudják, hogy ilyen van. Pontosan, ez fontos dolog. 1986-ban ezen a napon történt a robbanás a csernobili atomerőműben. 101 éve hangzott el az első szöveges időjárás jelentés egy szentújzi rádióban. Régen morzékkal jelentettek időjárást. 119 éve alapították az Atletico Madridot. Ó, Zoli. Igen. Gangsta Zoli jut eszembe. Igen, tényleg. 56 éves ma Temesvári Andrea teniszezőnő. Öleljük. 77 éves Szörényi Levente. 62 éves Roger Taylor, dobos, a Duran Duran együttes tagja. Mindig elkalandozom ebben, hogy Roger Taylor a Queen dobosa is, nem? Is. Is. Ott vannak, ugye nézd már meg, valaki nézze meg. Nézem, a Queen dobosa mindenképpen Roger Taylor. Ez igen. De a Duran Duranban is annyi Taylor volt, van John Taylor, meg Gizé, meg nem tudom, Jessica Taylor. Frank Taylor, igen. Hogy lehet, hogy ez is stimmel. Aztán 122 éve született Charles Richter. Na, ő szerintetek ki? Hát földrengés, hát látom. Charles Richter a földrengés. Charles Richter földrengés. Igen, de egyébként valóban földrengés kutatósóra nevezték el a Richter skálát. Na, Anett. És igen, a Queennek is a dobosa. Nem ő ugyanez a személy, nem, de a Duran Duran-nak is igen, Roger Taylor a dobosa? Igen. Jó. Jól írtam. Oké, okay. És mind a kettő... Ez igen. Jaj! Köszönöm! Most lemaradtam róla? Az igen. Egyetlen sport teljesítményem a héten. Igen. 36 nap után megtört a jég. 36? 36 az egy számoló. Hát ezt számolom, csak nem szóltam. Jézusom, te olyan vagy, mint az eső ember. Olyan, csak jobb a frizurám. Miért számolja ez valaki? Mert ez főleg egy érdekes adat. Ez érdekes adat, de... Hát amikor azt mondják, hogy tudod, nem tudom... Ez a ma sem sikerült neki, 36-odik. Ne, hát, figyelj, menjünk már ebbe kaszinózni. Jó. Hát ne, elviszünk kaszinózni. Fölveszed nagy szemüveget, és totyogsz utánunk, jó? Elmegyünk. De még totyognom is kell. Hát én tudok járni. Mit totyogjak? Nem kell özvényt, ha eljátszunk valami eső ember. Fölrakjuk egy, oda rakjuk valahova, két óráig nézi. Két óráig nézi, és akkor azt mondjuk, hogy na, akkor tegyük meg a téteket. Most biztos a fekete nyolcas fog kijönni, mert nem jött ki 47 kör óta. Nem. Ez a rulettet, eső ember, hozunk neked egy őszi levet, aztán majd mondd meg, mi van. Őszi levet. Nézd a rulettet, eső. Kamparit nem kapok. Őszi baraszklevet, így a hülye vagy te. Őszi levet a kaszinóban. Hát, akkor nem fog ott maradni a rulettkeréknél másfél óránál tovább, az biztos, hogy őszi levet. Biztos, hogy ott fogsz maradni, mert lefogunk. Hát azért nekem is. Na mondd a testi erődet, mesélj róla. 3,5 liter. Mesélj a testi erődről, léci, eső ember. Neked minek? Azt a mindenit. Szúrok. Nyíregyháza. 8 fokos, 20 fok lesz és napsütés. Miami 19 fokos, 30 lesz napsütés. Szolnok ma 8 fokosan indul, 20 fokos lesz esővel. Kaposvár 7 fok, 19 lesz a csúcs és napsütés. Budapesten napsütés, 9 fokkal kezdünk, 20 a csúcs. Na, ennyit erről, jövünk a témáinkkal. Ezt figyeljétek. Nem tudom, mindenki látta-e, de... Egy biztos, hogy Amerikában a sztárok egyre lazábban pofoszkodnak. Nagyon könnyen elszalad egy-egy tasli. Így van, Will
Smith kezdte, csak most egy olyan férfi osztott egy taslit, akinek egyébként ez a foglalkozása, a tasli osztás. Mindenki ismeri őt, Mike Tysonról van szó. Ó, hát az már nem is tasli, amit ő oszt. Az már egy kicsit több. Neki nincs nyitva a tenyere. Nem tudja, milyen az. Nagyjából, mint a becsapódna egy bombázó, olyan lehet. És képzeljétek el, de egyébként egy videó van fenn mindenféle hírportálon, bárki megnézheti. Mike Tyson repült San Franciscóból Miami-be. Uh-huh. Egyébként business osztályon ült, és hát ugye mindig felismerik, rajongók, stb. Persze. És ott volt egy fiatal ember, aki szelfizett vele, és elkezdte, előtte ült egyébként Mike Tyson a fiatal ember előtt. A fiatalember barátja videózta. És ez a srác, ez elkezdte folyamatosan csesztetni, tulajdonképpen zaklatni Tysont. Ja, mert hogy azt gondolta a selfie után, hogy hát akkor mi cimbik vagyunk, hát végigdumáljuk az utat. Kb. Meg be voltak tépve, mert egy cannabis konferencián voltak, de volt minden baj. A lényeg az, hogy nem húzom sokáig, Tyson felállt, hátrafordult, egy mögötte ült a srác, és megsorozta. Igen, volt, egy picit véres volt a feje, és ami érdekes, hogy ellentétben a Will Smith féle egyébként sokak szerint szintén érthető pofoncsapással. Aha. Ellentétben azzal itt nem támadták be a legtöbben kollégák, celebritások, hanem azt mondták, teljesen igaza volt Mike-nak. Látván ezt a videót. És majd erről beszélünk, tessék? Nem csak, hogy a légitársaságok ezért ezt nem kezelik nagyon lazán, de ebből mindig rendőri ügy van, hogyha valaki verekszik. Itt a Tyson verekedett. És a fiút vitték el. És igen, tehát hogy azért itt mindenki megér több vele, mert ezt mindenki fölfogja, meg átérzi ezt a szitut, amikor valaki ez a nyomakodó, tolakodó, és még beszél. Meg legyél te egy ilyen amerikai reptéri nagyseggű rendőr, aki azt mondja a Mike Tysonnak, hogy jöjjön velem. Tehát azért haló. Én is inkább a kicsit vinném. Elnézést, ki a járaton a legkisebb. De hát én ott se voltam, nem baj, maga a legkisebb. Szóval az a baj, hogy szerintem mindenkivel előfordult már, hogy nagyon elkezdi rázni a pofonfát. Ismerjük ezt a kifejezést, amikor rázod a pofonfát, és egyszer nem nyugszol. Vagy kiment téged belőle egy haver, vagy nem, mint ennek a haveri, aki végigvette az egész videót, és tökre élvezte, hogy az ő barátját Mike Tyson megsorozza. És olyanról is beszéljünk szerintem, amikor vannak azok a sztorik, amikor hogy eleinte jó ötletnek tűnt, de aztán nem úgy sült el. Tehát amikor az a fiú azt gondolta, hogy miután szelfizett Tysonnal, és utána még elkezdte folyamatosan zaklatni, löknösni az ülését, még le is parasztozta. Jézus. Hogy lehet, hogy nagyon laza vagyok, és a haveron közben vesz, De nem, hát van, akire azt hiszi az ember, hogy sok türelem van benne, de én mondjuk nem pont a Mike Tysonon kezdenék el próbálkozni. De semmiképpen. Na mindegy. Ez az egyik téma, amit meg fogunk beszélni. A másik pedig egy újabb kvíz. Tudom. Mit? Azt, hogy azt hiszitek, hogy a Gyuri volt. Nem. Mert a Gyuri szokott megérkezni a kvízekkel. Ezeket olvassuk, tehát különböző hírportálokon egyszer csak megjelenik egy kvíz, ők is úgy gondolják, hogy lehet, hogy ez leköti, lehet, hogy nagyon megy nekik, nagyobb a kattintásszám. Igen, hát most minden héten van egy kvíz, szóval szerintem nagyon menő lett, és mi is azt kapjuk, hogy imádják a hallgatók amúgy, nem? Igen. És most képzeljétek el, hogy ezt én találtam véletlen, de ha nem találom meg, Gyuri megtalálja két perccel később. Tehát a régi retro gyerekfilmek, ez a Haho öcsi, meg krumpli kalap és nagy orr, vagy hogy hívták? Az. Úgy volt. Jó. Akkor mi volt még? A címeket se tudom, de tudod, amikor még kicsi volt a Berkes, meg a Geszti, és lehetett őket dolgoztatni. Abból az időből. Jó áron egyébként, akkor a Gesztinek akkor volt a legjobb. Még alacsony volt a gázsi. Persze, akkor még. Igen. Na jó, de hogy ezeket mindenki ismeri, imádja, milliószor látjuk, főleg amikor ilyen szünet van, vagy ilyesmi, akkor adja ez vagy az a tévé. Mati, így van. Én nagyon szeretem ezeket a filmeket, és ebből lesz egy kvíz, Gyuri a kvízmester. Kérdéseket teszünk fel, és természetesen amennyiben nem tudjuk megválaszolni, akkor semmi nincs, viszont a hallgatók még játszhatnak három kérdéssel. Így van, majd hagyunk kérdéseket, és akkor versenyezhettek. Bocsi, Zacsiért. Jó. Horthy Gábor, miről szeretne beszélni, Gyuri? Hogy egyre több a súlyos hiba a Bundesliga meccseken, és ezzel most szeretnének valamit kezdeni. Mert azt érzik, hogy az emberi hiba miatt most már nagyon sok olyan tét van, még nagyon sok olyan meccs csúszik el, aminek komoly következményei vannak. De hogy a bírók hibáznak? Így van. Én ezt értem, de hát ez mindig is így volt.
volt. Tehát ez nem annyira Bundesliga specifikus. Hát igen, de most ott ütközött ki különösen a Gábor szerint, majd erről fog részletesen beszélni. Illetve hát arról a dilemmáról, hogy jó-e, hogy még mindig az emberi hiba százalék ennyire benne tud lenni egy ilyen komoly tétben. Mint ez egy érdekes kérdés, igen, hogy szeretnénk-e steril futballmeccset, ahol minden pontosan akár számítógépek által megítélve születik meg döntés, vagy azért nem baj, hogyha lehet picit simliskedni a bíró háta mögött. Tudod, hát azért vannak ezek a... Igen, meg a bírónak van mérlegelési lehetősége abban, hogy melyik szabálytalanság a másikhoz képest. A gép az nem cicózik. Az nem cicózik, így van. De van olyan, nem, hogy a bíró nem néz oda, és akkor belerugsz a Messibe. Van. Ilyen simán van. És egy csomó más. Úgy teszel, Maradonának az a klasszikus kezególja, ugye, igen, ami kézzel történt. Igen. Tehát, hogy ezek mind nem lennének, hogyha nem bírók lennének. Mindegy, erről beszéljünk majd. A tegnapi nap legjobb pillanatai következnek most, és ez ugye a párkapcsolati pénzügyi dolgokban egy érdekes momentum volt. Bizony, hogy létezik-e olyan egy férfi és egy nő között, mondjuk, hogy kölcsön kérnek egymástól. Ma mi nyűgöz le, Laci? 3-7 elmúlt egy perccel. Képzeljétek el, hogy Hawaii-ról is beneveznének arra, hogy ki a legnagyobb bocskorsóra. És nem tudom, hogy komolyan gondolja azt, hogy ha sikerül időben hazajutnom Hawaii-ról, pályázhatok eséllyel a Brutál Rajongó címre. Már órák óta böngészem a hosszabbnál hosszabb jegyeket, hát ha sikerül. Ha igen, ígérem, viszek Lei virág füzért mindannyiótoknak. Ez igen. Nézi a jegyeket. Édesem, de ugye nem ezért jössz haza. Tehát nem? Tehát Honolulu Nyíregyháza... Hawaii-ról ezért haza ne gyere, ne? Ne, a Gyuri az egyetlen hely, ahol Gyuri nem jön haza. Azért nem mer oda menni. Igen, mi sem értjük ezt. Ezért nem megyek oda soha. Na, drágám, persze, hogy pályázhatsz, de nyilván nem részesítettünk senkit előnyben, de nyilván, hogyha Hawaii-ról hazajössz, akkor olyan bánásmódban részesülsz mindannyiunk. Hogy csak na. Valamit csinál veled. Igen, Szörnyű vagyok. Tényleg szörnyű vagyok. Hát erre ki ne ugran a Hawaii-ról, hogy azonnal röpüljön haza, hogy valamelyikünk valamit csinál veled. Igen. Aztán Feri, Ildikót hajtsad meg rendesen. Ja, ez a Rimóci Feri, igen. Kérdezném Anettet, hogy ki az a Volodymyr Klitschko. Ne kötözködjetek Anettel, mert ugye nyilván Vladimir Klitschkónak ismerjük, de hát oroszosan használta a nevét, mert nemzetközileg így volt ismert. Simán el tudom képzelni, hogy amúgy az ukrán személyigazolványában Volodymyr szerepel. Tehát, és ugye Zelenszkinél is most már Volodymyrt mondunk, régen Vladimirt mondtunk. Tehát, hogy itt most gondolom, hogy mindenhol a világon egyébként a hírszerkesztőségek különbséget tesznek, hogy ne oroszul mondjuk a neveket, hanem persze. Ukránul. De nem, Kijevrel kapcsolatban is mondták, hogy Kijevnek használjuk. Kharkiv, Harkov, van itt minden, persze. Igen. De hogy ő a legnagyobb, én vagyok természetesen Anglia legnagyobb bocskorfanya, ezt üzeni Laca. Nagyon megindult a kis nemzetközi közönség. Ez igen. Jó. Holnap Anett beleszövi a hírekbe, hogy Bocskor Gábor 36 nap sikertelen próbálkozás után betalált a kosárba. Jövő ilyenkor pedig, hogy ma egy éve, hogy Bocskor Gábor, ez Furtai Kati jósolta. Jól van, Kati, köszönöm szépen, ez egy jó ötlet. Ez egy nem rossz ötlet. Igen. Na, mi? Laci, ami lenyűgöz, mi ez? Na, mi van? Mi? Nagy botrány van. Megint interneten Reddit, MIDS hol, tehát hogy én vagyok-e a hülye. Uh-huh. Ebben a kérdésben, ebben a rovatban egy nő azt mondta, hogy most van ez az esküvő, ami mindjárt itt van az ő vőlegényével, és vannak ezek a fogadalmak, tudjátok, amikor az ugye műsoron kívül van valamelyes, de Amerikában például ez nagyon divatos, hogy elmondja a vőlegény is, meg elmondja a mennyasszony, és azt ők maguk írják meg, és akkor tesznek egy ilyen fogadalmat, amit vagy papírból, vagy fejből elmondanak, hogy milyen lesz a házasság. Tényleg van ilyen? Tehát még a pap mondókája előtt, vagy az anyakönyvvezető mondókája előtt, vagy mellett, ők még egy saját esküt is... Én, Jennifer, hozzád megyek fel. Az pedig a pap mondja előre. Frank. Franket. Vegyél el Frank, én vagyok Frank, a pap. Vegyed el Jennifert, mert ez már mennem pap mondja előre. Temetésre. Igen, a pap szokta, de Amerikában filmekben láttál már ilyet, hogy ez mindig ilyen, nem, hogy a pár mond egymásnak, egymás szemébe néznek, szembefordulnak, papot unatkozik. Addig. De ez a pap súgja. Nem de súgja, de... megírják, hát a filmekben. Ez nem a láttam ilyet. Jaj, esküszöm. Még nem vagyok vele kész. Ő csak a papra figyelt ezek csak szerint. Csak a papot mindig. Nézi minden esküvőn. Nem, a pap megnyugtatott, hogy nem kell megtanulnom a szöveget, meg felírnom, amin a pap úgy is mondja, ha olyan helyzetbe kerülnék, hogy Amerikában esküszöm. Na jó, de én nem hiszem, hogy van ilyen. Igen. Hát tudod, ez a halálod halálom. Igen, tudom. És
És azt mondta a nő, hogy van ez a rész, hogy egészségben, betegségben. Ezt is a pap mondja. Ne, de, hogy... Nagyon tudod, hogy mit mondanak a papok. Hát nem láttam a filmeket, de igen. Na, és a nő azt mondta, hogy én ezt ki fogom belőle venni, hogy betegségben. Tehát egészségben, boldogságban, én ezt fogom mondani. A vőlegény még kicsit kiakadt, hogy most ez, mégis ez, hogy érted, hogy a betegségben, hogyha már velem nem jó, akkor már nem, és én nem fogok ápolni senkit. Én nekem volt ebben részem, én nem bírom, hogyha valaki beteg mellettem, az nekem nagyon megterhelő, én ezt nem fogom csinálni, van nekem egy saját életem. Wow. Azért ez egy elég kemény kijelentés. Ez kőkemény, igen. És nyilván ő mondjuk súlyosabb betegségekre, vagy elhúzódó betegségekre. Hát annál gondol. Inkább kéne lennie mellette. Hát pontosan, hát hogy írták is neki egyébként a kommentelők, hogy ezek szerint neki fogalmat sincs róla, hogy mi a szerelem. És egyébként nem vagyok meglepődve, és szerintem én is ezt csináltam volna, akkor mennyi édesem, én aztán el nem veszlek téged. Tehát ha ilyen szinten az elején nem tud elköteleződni, akkor nem. Ugyanakkor meg becsülendő, hogy nem akar hazudni. Tehát ő nem akar egy mit tudom én, nyáladzó, magateltetlen, magát, még a fenekét kitörölni sem tudó, és ezeket most nem lekezelően mondom, hanem sajnos vannak ilyenek. Ő ezekkel nem akar foglalkozni, annyira még nem töltöttek hosszú időt együtt, hogy ő ezt most bevállalja. Hazudni nem akar Isten színe előtt. Ebbe jó, is van valami. De hát ezt lehet becsülni, ha valaki azt mondja, hogy addig leszek veled, amíg kellemes? Nem, egy picit sem lehet becsülni. Picit sem lehet becsülni, és egyébként a fordítottját is nézzétek meg. Tehát itt ugye egy párkapcsolat, egy házasság, ugye jó esetben elkezdődik fiatalkorodban, befejeződik időskorban. Közben csináltatok gyereket, a gyerekek elmentek. Egymásnak vagytok ott már csak, egymásra vagytok utalva. Valamelyik őtök előbb-utóbb megbetegszik, ha csak nem viszi el a metró, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ez egy szövetség. Hát abszolút. És az, hogyha most a nő magára gondolna, hogy ki fogja őt ápolni, ha ő lenne beteg. Én is gondolkodtam ezen, hogy velem ki fog törődni egyébként, hogyha mondjuk én megbetegszem, és nem tudom, hát valahol nem tudom, Gyuri, majd gyere értem. Megyek, én mondtam, hogy ha úgy alakul, csörögjél. Na tudok még. Teszünk oda egy nyomógombot. Nem, tehát ez szörnyen hangzik. Igen. Nyilván megterhelő a másik fél számára, de ez az életrendje, hogy valakiről valaki ideális esetben mindig gondoskodik. Igen, hát bízhat abban valószínűleg az ember, amikor ezt hazudja az oltár előtt, hogy egészségben, betegségben, hogy azért hosszabb lesz az idő, amíg egészségben vagyunk, és akkor... És őszintén nem hazudtunk ennél többet is már oltár előtt? Mondjuk én nem, de hogy hát minden hazugság. A legrosszabbak az egyszavas hazugságok az oltár például előtt. Igen. Igen. Na, de hát ez egy kérdése. Igen. Hát igen, ott be a sarokba vagy szorítva az anyakönyvvezető által, de hogy... Miket esküsznek? Tehát most ezen túl mi az, amire még felesküszik egy házasulandó fél? Tehát miket mond a pap? Gazdagságban, szegénységben. Igen. Például. Hát az se szokott bejönni. Hát mindenki hazudik. Van, igen. Nem szeretik igen. A nők, igen. Én ezekre emlékszem, jóban, rosszban, halálom, halálod, de ezeket tudom én. Én nem figyeltem oda nagyon ezeken a esküvői... Nincs valami hűségre, nincs valami eskü rész ebben. Tehát, hogy a tele van hazugság. Te mikre esküdtél fel? Én szerintem én is mindenre. Igen, de nekem sem rémlik, hogy ezeken kívül, amiket itt beszéltünk, volt-e még valami. Pedig egész hosszan kellett mondani. Igen, papos volt, vagy anyakönyvvezető? Anyakönyvvezető. És neki is voltak tételei? Neki is volt néhány dolog, amit utána kellett mondanunk, igen. Pedig aha, jó, elhiszem. Azt hiszem, hogy az csak egy ilyen hivatalos, bürokratikus szövegkörnyezet. Nem, ott is volt. És egyébként Lacinak van igaza, és itt Magyarországon is, hogy mi is írtunk, tehát, hogy te is, vagy mi is írhattunk volna egymásnak egyébként. A Gergő is, meg én is, amikor összeházasodtunk, ilyen esküt végül is. Igen, mióta az anyakönyvvezetők néznek Netflixet, azóta ők is rugalmasabbak. Igen. Tehát látják, hogy igen, megy ez tehát, a dolog. Hogy nem kell ehhez már Amerikába menni. És akkor a cédulából olvasod fel. Van olyan, aki igen, és valaki meg fejből, mert annyira profi. Mert nem hát az ritka, őszintén, igen, hát őszintén, most nem mindig lehet Szellő Istvánhoz hozzá menni, aki profi. Hát az összes többi nem profi. Hát a legtöbb ember nem tud úgy olvasni, hogy ne halld, hogy olvas. Igen. És akkor volt-e? Írtál valamit a cetlidre? Nem, azt mondom, hogy mi nem csináltunk ilyet a Gergővel, tehát, hogy... Megbeszéltétek, hogy nem esküszünk semmire? Meg, persze, hogy ne. Nem, mi nem is tudtuk. Utána... És végül igaz lett. Igen. Tehát, hogy nálunk nem voltak ilyen kényszeredett körök. Épp elég volt egyébként szerintem az anyakönyvvezető, amikor férhez mész már, vagy megházasodsz, akkor van egy ilyen izgalom benned, és olyan esetlennek érzed magad az esküvőn. Tehát, hogy nem akartuk még tovább bonyolítani ilyen idióta szövegekkel.
De hát az anyakönyvvezető rutinosan lecelebrálja ezt, nem? Tehát ő, viszonylag rutinos te vagy. Tudod, hogy honnan viszonylag kell bejönni, tudod, hogy hol kell megállni, igen, tudod, igen, hogy melyik igen oldalon kell állni. Igen, általában igen csak igeneket kell mondani, tehát a totál idióták is meg tudnak házasodni. Igen, igen, igen. Nem szabad a szülőkre nézni, igen, mert mindegyik szülő sír, és akkor tudod utána az ezt nem kimond, nem szabad a szülőkre nézni? Nem, hát ezt egyébként, ezt most én mondom jó tanácsnak, aki, hogy ne nézzetek a szülőkre, mert a szívem szakadna meg, ha nem nézel rám a lányom. Rád szól az anyakönyvvezető, nem? De nem, hanem az van, hogy mindegyik szülő az esküvőn, amikor a gyereke megnősül, vagy férhez megy, akkor könnyes a szeme a meghatottságtól. Hmm. És akkor tudod, ránézel, akkor te neked is elkezd. Én értem, hogy ez baj. Hát, akkor... hát elmosódik a smink. Smink. Igen. És nem mutatsz bonyolult utána ez jól a bonyolult képeken. Téged ki fog ápolni, Laci? Hát, ha eljön érted, nem a tudom kór. Nem tudom, én nem szoktam beteg lenni. De értem, de hát lehetsz. De nem leszek. Az csak úgy jön, tudod, Laci. Azt tudom, úgy jön, de valamiért ebben nem hiszek. Valószínűleg a feleségem fog ápolni, nem nagy kedvel. Én nem azt mondom, hogy a napjának a fénypontja lesz az, amikor pelenkát cserél rajtam. De azért sajtos talért behoz egy nap. Ja, azt hittem, hogy azt viszi ki. Persze, egy sajtos talért meg letesz mellé egy pohár vizet. És így van, de mondjuk a sajtos talér morzsákat nem fogja letörölni az alsó ajkadról. Nem, legfebbi konyharuhával megcsapkodja a számat, hogy ennyi. Hát valamit az esküjére azért kell majd szolgáltatnia. Nem tudom, mi sem mondtunk ilyeneket, hogy ilyen nagyon ilyen egészségben, betegségben. Tehát nekünk ez a önkormányzati esküvőnk volt. Én azt nem is tudom a szövegét. Az egységes, az a szöveg? Nem. Ott hát ott ilyenek szerintem vannak, hogy lakjatok mindig a kerületben, meg ilyenek, nem? Igen, ez itt a harmadik kerület, úgyhogy nem lenne jó elvándorolnátok, mert nekünk került pénzbe, hogy összeházasodtok. Tehát ilyeneket, abszolút. Mi nem. Vannak kedvezmények, igen, a kerületi lakosoknak. De mindegy, én még azon gondolkodtam egyébként, hogy nyilván vannak ezek a betegségek, meg az már menet közben kiderül, hogy ez az egymás ápolása dolog. Tehát tudod, ez a legendás, hogy a férfiak milyen rossz betegek. Igen. És én ezt nagyon nem bírom, mert most már olyan reklám is van, és ez nagyon felidegesítette magam a tévében, hogy a férfinátha, és hogy meghalnak, és jaj, férfinátha. És igen, az esetlen izé, hogy kikérem magamnak. Abszolút parodizálva vagyunk. Igen, ki vagyunk gúnyolva, általánosítás van, és ez ugyanolyan, mint ugye azt mondják egy másik reklámban, hogy a nők egyébként sokat locsognak feleslegesen és hülyeségeket. Ruhákról, meg cipőkről. Ezt nem merik mondani a reklámban, ezt már nem lehet. Nem. De azt, hogy a férfiak, mi rossz betegek vagyunk, ami nem igaz. Nem igaz. Azt lehet. Nem. De hát figyelj, én akárhány pasival éltem együtt, nem volt sok, de ő mindegyik, hogyha beteg egy volt, akkor... Akárhány. Hát az akárhány. Tehát, hogyha beteg volt, akkor konkrétan a világ omlott össze. De tényleg. Nem tudom, hogy ez tényleg így jellemző-e, és ezt így látják-e. Nyilván így látják a nők, de hogy ez tényleg így van. Magukat. Igen, nem látják, hogy ti tudjátok, milyenek vagytok betegként? Hát jó, én sem tudok általánosítani csak azt, amit megtapasztaltam, de hát az a világ vége. Igen. Tehát az a hú. Igen, tehát ha mi rossz betegek vagyunk, akkor nők pokoli betegek. De tényleg így van. Tehát nagyon-nagyon nehéz nekünk. Jó, de addig még ti fekszetek, amikor betegek vagytok, nekünk azért még meg kell csinálni néhány dolgot a konyhában. Ja, dehogy kell, Istenem. Jó, gyerekek, mindenki más moziban van. Jó, Laci, köszönjük szépen, jövünk vissza Mike Tysonnal, aki pofán vágott egy utast egy repülőgépen, és persze ezen veled ne azonnal háborod ide, hogyha majd vagy láttátok már ezt a videót, uh-huh, vagy mi elmondjuk majd szóban, hogy mi történik ez a videón, a hangot fogjátok hallani. Itt egy utas provokálta, szó sincs róla, még selfie is vele Mike. Jó fej volt. Jó fej volt, provokálta egészen addig, amíg elszakadt a cérna, Mike hátrafordult és megsorozta. Egy baj van, nem jó, ha a repülőgépen utasok összeverekednek, még nagyobb baj, ha Mike Tyson üt. Igen. És nem neki. Aztán az arca nagyon beszédes volt a fiatalembernek a sorozás után, és arról beszéljünk majd, hogy vannak-e olyan dolgok, amikor egyszerűen valami kezdetben nagyon jó ötletnek tűnt, aztán bebizonyosodott, hogy ez nagyon rossz volt. Igen, például Mike Tyson provokálni. Nagyon nagy hülyeség, az egyik legnagyobb. Na, az egyik legnagyobb hülyeség a világon. Igen. Igen. Vagy másnál. Volt az, hogy tényleg megráztátok a pofonfát, és valaki, egy haver kimentett belőle. Aha, érezted, hogy a szélén vagy már a dolognak, igen, de azért még mindig csináltad. Így van. 7 óra 11 perc, jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Jó reggelt, Laci! Jó reggelt, sziasztok! És Gyuri! Jó reggelt, hello! Szia, Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, jól vagyunk, mindenki rendben van, valaki üzeni, ülök egy buszon Győr felé. Én tudom, hogy a buszon én vagyok a legnagyobb rajongótok, de minden más utas a buszsofőrre tippel, mert olyan hangosan hallgat benneteket, hogy a csuklós hátsó részén is röhögnek. Szuperek vagytok, egy nagy rajongó a Sziget közből. Na, szuper! Jó, de jó, hát akkor üdvözlünk mindenkit a buszon. Akkor én is mondtam szöveget az esküvőmön, összefoglaltam az
elmúlt közös 21 évet, fejből mondta mindenki, sírt rajtam kívül Judit a tanyáról. Ügyes. Szép. Például az is hazugság esketéskor, hogy amit Isten összeköt, azt az ember szépen választhatja. Hát mert hogy simán szétválasztja? Igen, szét, de hát ezt kéne tartani magát az embernek. Nyilván még egy utolsó presszió, mielőtt a pap elköszön egyébként örökre az életedből. Jó, de mondjuk az egyházi esküvőknél azért megvan, bocsáss meg, hogy a szabadba vágtam, hogy amikor, akkor nem mehetsz még egyszer férhez, hogyha már egyszer egyházban, tehát templom... Másik papnál se, nem tudja, ha a templomi esküvőt volt, akkor tehát nem tudom, milyen procedúrának kell lennie, tehát, hogy ez eléggé bonyolult, de nagyjából kb... Meg ki kell mosni téged. Nem, dehogy... Visszakeresztelni. De hogy tényleg, tehát az valahol viszont ez igaz, amit ugye az előbb idéztél. Tehát... Nem, csak akkor újra nem adhat össze. Igen. Ezek szerint, de simán el lehet válni. Szép reggelt, én egész kiskorom óta a tesóm által hallgatlak titeket, szinte mindenki településen ott voltunk. Sajnos most nem tudok menni mindenhová, de Szolnokon találkozunk, ti vagytok a legjobbak, Éva Solymáról, a János testvére. Drága János, igen. Bizony. Igen, nyugodjon békében. És van még egy esküvő, sziasztok, mikor Kubában házasodtam, mivel nem tudtam spanyolul, meg volt beszélve a párommal, hogyha igent kell mondani, akkor szorítsa meg a kezem. Hosszan hallgattam, mit mond az eskető, de a kezem nem szorította meg a párom, még akkor sem, mikor az kérdően nézett rám. Nagy csend. Gondoltam, mondok egy igent. Erre kitört a nevetés. Kiderült, hogy csupa negatív dolgot mondott, hogy mit nem teszek a feleségemmel, illetve ellene. A sors pikantériája nagyon rövid ideig tartott, 5 hónap, de egy élmény volt. Egy kubai esküvő. Nem szabad idegen nyelven esküdni, ebből ez a tanulság. Miért egy laza szít oda vágsz? Hát az nem olyan... Persze, azt mond a pap, amit akar. Nem. És mi van? Úgyis csak fiesta van és rom. Na mindegy. Jó, hát én meg nem irigylem a te esküvődet, én inkább Kubában lennék egy ilyen laza fiesztán. A sajátodon, persze. Hát te meg a 4-6-os villamossal, hajóssal esküdtél, hát az se szép. Nagyon berúghattunk, mert nem emlékszem. De azt hiszem, át is adta a villamosofőr, vezethettük egy 200 méteren, odaléptük neki. Viszi ez a 80-at a körúton. Mondta, vigy a kombinót az ifjú pár. Úgy nevettünk a hajós Andrással, hogy nagyon. Villamosofőr nem annyira már nem dolgozik. Villamosofőr. Na, gyerekek, a sztárvilágban most nagyon repkednek a pofonok, ugye? Nagyon. Hát a legutóbbi ugye Will Smith története, és hát azon, hogy fel volt háborodva mindenki, és aztán múlt hét szerdán, képzeljétek el, történt a következő. San Franciscóból indult egy teljesen menetrendszerinti repülőgépjárat Miami-be. Uh-huh. És minden rendben volt, minden szuper volt. Annyi volt a különbség, hogy ott elől, ott a business osztály környéken egy híres utas is ült. Őt úgy hívják Mike Tyson. Aki nem tudná, ki ő, egy boxlegenda, nehézsúlyú boxoló, és gyakorlatilag a világ egyik legjobb boxolója volt, és kíméletlen. És a másnaposokból mindenki ismeri. Onnan például lehet ismerni. És a mi drága jó öreg Mike barátunk a 420 Hippie Hill nevű cannabis konferenciáról igyekezett haza. Halljátok ezt a kifejezést? Konferencia. Igen. Konferencia van itthon is. Néhány konferencia. Hát ilyen biztos nincs nálunk, de ott meg van, mert ott legalizálva van. Ugye, igen. Tehát ilyen téren Mike részt vett ezen a konferencián. Ő volt a díszvendég. Uh-huh. Sőt, még a Tyson 2 0 fantázia nevű marihuána készítményét is reklámozta, tehát ennek ezért volt ő ott igazából. Meg voltak ilyen vicces sütik, de nem akármilyen vicces sütik, hanem ez a fül alakú, és emlékeztem, hogy Mike Tyson a Holyfieldnek így van, kiharapta a fülét, tehát ebben volt még ez a... Jó marketing. Így van, ezért volt ő ott. És beült a repülőgépbe, és hát nem csak ő, hanem más kanabisz szakértők is ültek ott. A viselkedéséből a fiatal embernek erre tudok következtetni. Minden járaton van egyébként ilyen kanabisz szakértő, itt tele volt vele. Igen. És úgy nézett ki, hogy Mike ül ugye az ablaknál, és mögötte lévő sorban ül egy fiatal ember. És gyakorlatilag minden egyébként, amiről mi is mindjárt beszélni fogunk, az dokumentálva lett, ez fel lett véve videóra, és a lényeg az, hogy a fiatal ember valahogy kapcsolatba akart kerülni Mike Tysonnal, teszem hozzá, ő már előtte kapott, vagy csinálhatott vele egy szelfit. Tehát Mike jó fej volt. Aha. És utána, ez ugye nyilván videót nem tudunk mutatni, de annak a hangját igen, és közben elmondjuk, hogy mi történt, és
annak ellenére, hogy kapott egy selfit Mike Tysonnal, Tysontól, nem hagyta békén. Tehát előtte ül Tyson, ugye az üléstámla választja el őket csak, és aztán a következő történik. Figyeljetek! A haverja videózza egyébként az ellenkező sorból, és folyamatosan állva magyaráz Mike Tyson feje fölött. És mutogat rá. És mutogat rá. Ő próbál higgadt maradni, nem csinál semmit, mármint a Tyson. Ő közben megmondja, micsoda. Azt mondja, ezek parasztok. Mondja a Mike Tyson mögött a Tysonnak, a Tysonról, hogy ezek parasztok, parasztok. És a következő pillanatban Mike Tyson föláll, és az üléstámán keresztül megsorozza, hát egy ilyen 4-5 ütést bevitt ugye a fiatalember. És mutatja közben a videó, hogy a barátomat megverte Mike Tyson, így néz ki. És nagyjából úgy néz ki, véres a homloka. Véres a homloka, és úgy néz ki, mint egy megsértődött csecsemő. Igen. Egy ilyen óvodás, aki nem kapott. Sarokba ültettek. Igen. Sarokba ültettek, azzal az arccal végig. Igen. Az volt a szerencséje egyébként, hogy nem volt sok hely a Tysonnak, hogy lendítsen, tehát ilyen nagyon rövid ütésekkel sorozta tényleg. Ezek igazából kis horgok voltak. Nagyon szép volt, nekem tetszett. Hát valószínűleg nem akarta nagyon bántani, de hát a Tysontól ez is olyan lehetett, mint hogyha atomcsapás. Igen, és én néztem egy másik képet róla Tysonról, amik mikor még nem szállt be a repülőbe, hogy volt gyűrű is rajta. Lakossági boxer, igen. Nevezzük annak. Szóval ez történt, és közben még ugye a barátja, aki filmezte, ő nem avatkozott közbe, ő valahogy nagyon mulatott ezen az egészen, és akkor még a végén valami ilyesmit mondott, hogy látod, ez történik valakivel, hogyha aki Mike Tysonnal akar szelfizni. Tessék! Az kicsi csúsztatás azért. Tényleg a Tyson az elején jó fej volt, de ettől bárki megőrülne, hogy rángatod az ülést, mutogat rá. Hát, és a videóban szerepel, hogy itt a Tyson, itt a Tyson. Valószínűleg a barát azért kamerázta, mert ő tudta, hogy mi fog történni. Tehát valószínűleg erre biztatta a haverját. Akkor ez olyan, mint te. Nem? Te lennél ebben a társaságban olyan, hogy Lacit biztatnád arra, hogy igen, hogy szólj meg benne, mutasd meg neki, és közben... Szólj a bunyós pityűnek, na, rázd meg az ülését, szereti. Igen. Túljál bele a hajába. Gyuri, ezt mondaná, és közben videóban, hogy nagyon jól csinálod, folytasd, Laci. Igen, ez picit ilyen volt. Baj. Tudod, milyen türelmes a pityú? Ezt csinálná a Gyuri. Én meg kapnám. Ez nem hasonló lenne az eredmény. Valószínűleg igen. Valószínűleg átrafordulna ott a kis Boeing 100, na, mi az 737-esen? Hát valószínűleg egyébként Pityu egy praktikus ember, ő kijönne a sorából, bejönne az én soromba, és akkor tudna lendíteni rendesen. Hát én olyan pépesen lecsúsznék az ülésben valószínűleg. Ráteríteni a Hawaii ingjét, ez biztos. De a Gyuri a végén azt mondaná, látod, Laci, milyen jól csináltad? Jó van. Szóval... Ez a lebiggyet száj, ez nekem mindent megér. Tehát az gyönyörű. És hát ugye a videó aztán kapott hideget, meleget, de ami nagyon érdekes ebben, és ezt mondjátok már meg nekem, hogy míg Will Smith-t ugye elítélték még a saját kollégái is azért a pofonért, addig Mike Tysont rengetegen megvédték. Tehát Gene Simmons megvédte, Ice-T megvédte, a Poison dobos, a Ricky Rocket, mondjuk elég hülye neve van. Ricky Rocket azt mondja, hogy a társadalmunk már megengedi, hogy bárkit következmények nélkül zaklassanak, sőt, akár még pénzt is keressenek ezzel. Tehát ő azzal vádolta ezt a fiút, hogy ő addig provokálta a Tysont, míg kap tőle egy taslit, a barátja fölveszi, és majd szépen beperlik Mike Tysont, hiszen ugye egy gazdag milliómosról van szó, sok pénzt remélhetnek ezért a kis incidensért. Abszolút, és tök igazuk van, hogy mellé álltak. Szóval az egy határon túl azért ezt nem kéne csinálni, még ha ismert emberről van is szó, és mindenki azt hiszi, hogy ő vele közeli kapcsolatba lehet kerülni, mert ő olyan. Nem kéne. Miért kéne Tysonnak ezt egyébként szó nélkül eltűrnie? És a megítélésben miért más? Will Smithnek gyakorlatilag a feleségének a lelki világába tiport bele véletlenül vagy szándékosan Chris Rock, kapott egy pofont, egy nyílt tenyeres pofont. Mike Tyson zaklatta, sértegette ez a fiú, és megsorozta, ugye ököllel, mondjuk más eszköze neki nagyon nincs, ez a foglalkozás ököl, a Tysonnak, igen. Hogy öklöz. Ököl eszközei vannak. Igen. Na, miért nem ítélik el Tysont, miért ítélik el Smith-t? Mi a különbség? Én azt gondolom egyébként, hogy ugye a Will Smith esetében, tehát, hogy ott nem feltétlenül biztos, hogy szándékos volt a műsorvezető által ugye ez a provokáció, míg például itt Mike Tyson esetében viszont tényleg ő provokálta. De alapvetően azt mondják, hogy erőszak az nem fér bele, semmire nem lehet megoldás az erőszak.
És itt ugye Will Smith esetében, oké, rendben. De ha azt nézzük, ez a provokáció a repülő már erőszakos volt. Igen. Tehát, hogy ott oké, még a Chris Rock elsütött egy poént, függetlenül attól, hogy az most egy jó poén volt, vagy nem volt ízléses poén. De ez már egy teljes erőszak volt ez a provokáció. De békeszerető emberek akkor is azt mondanák, hogy a Tysonnak az lett volna a dolga, hogy odahívja a stewardess, panaszt tesz, majd a fiatal embert vagy elviszik, vagy csendre intik, vagy valami. Miért nem ezt tette? Hát mert mondjuk más vehemencia. Igen, ő a Mike Tyson. Tehát pont ezért nem kell a Mike Tyson. Nagyon sok utas lett volna, akivel lehetett volna ülést rángatni, meg nem tudom, micsinál, bár nem voltak híresek, de pont a Mike Tysonnak másra ne számítson. Igen, de értem, hogy mire gondolsz, mert valószínűleg benne van az image is ebben. Tehát ahogy a Will Smithnek nem ez az image, a Mike Tysontól meg hát annyi mindent csinált, mert az ember valahogy máshogy veszi a világ, nem? Jó, egy ember, akit egész életében arra edzettek, hogy egy picit megpiszkálnak, akkor a vasokleddel nyomjál oda egyet, tehát neki ez reflex is tud lenni. Nála megbocsátható be, mint mondjuk egy színésznél. Hát én nem a foglalkozáshoz kötném, hanem amit a Gyuri is mondott, a szituhoz. Tehát azért a humor az lehet jó meg rossz. Az egy rossz humor volt egyébként, amit a Chris Rock csinál, de poénért akkor sem ütünk. Jó, de hogyha mi ülünk egy, nem tudom, Antália felé tartunk, és előttünk te ülsz mellettem, és előttünk ül Mike Tyson és Will Smith. És én arra biztatlak, hogy valamelyikük ülésébe rúgjál bele egy hatalmasat. Melyiknek rúgnál bele egy hatalmasat az ülésébe, előtte leítattalak. Hadd mérlegeljen. A páros láb is játszik. Hát figyelj, én a Will Smith-be, hát azért az a... Mert félsz, mert ott. Pontosan tudod. Hát, nem fogom szégyelni magam, félek a Mike Tysontól. Életemnek ez egy motivum. Ez az idióta gyerek miért nem félt a Mike Tysontól? Ez egy normális reakció, még Beckham Parisba is. Láttad a tekintetét, hát azt sem tudta, hogy hol van valószínűleg. Persze. A cannabis konferencia? Szerintem még azt hitte, ott van. Igen. Persze. Na, jó, egyébként repülőgépen valahogy mégis fokozottabbak a, nem tudom, a... Mert mindenki totymarászik, meg béna a fölrakós csomagjával, meg izé, meg útban van már mindenki. Már látom, a hangod is ideges. Mesélj, már mi az, ami felidegesített téged repülőgépen? Az, hogy beáll a sor közepén, és nem képes félreállni az ülésben, mert én hátrébb mennék, mint ő, és akkor nem, ő még ott útban van, és nem tudja eldönteni, hogy befér-e oda a csomagja, vagy nem. Például ez rohadtul felideges, és ott kell állni a háta mögött. Leülsz a székre, akkor azonnal azt gondolja... Még el se kezdődött az utazás, mert még, nem, még a földön vagyunk, még az állásban vagyunk, a kapuból éppen betotyogtunk, és akkor még elkezdi a karfáját igazgatja magát, nem lesz jó, akkor az én magam alatt van az ő öve, akkor nem szól, hogy legyen szíves, hanem csak benyúl magam alá, és kiveszi, akkor a karfát elfoglalja, mert azt gondolja, hogy az neki jár. Jézusom, igen, a karfaharc. Na. Értek, mindent átéltem én is. Gyuri, neked repülőn volt valami? Hát amikor a mellettem levő leveszi a cipőjét azzal, hogy ő vigyáz, hogy nehogy ebből trombózis legyen, vagy mit, azért az nagyon meledek, szerintem. Tehát, hogy annak én nem... Már megijedsz a látványtól, vagy ha szag jön, akkor gáz. Hát az egész, az olyan diszkomfortos. Tehát mellettem ne vegyél egy idegen a cipőjét, és ott várjam, hogy valami fogok-e érezni. Anette, rengetegszer voltál Miami-ban épp úgy, mint Tyson úr. Igen, volt-e bármi olyan, ami visszaemlékszem, hogy tök kellemetlen a fedélzeten? Igen, amikor elalszanak a vállamon, vagy elalszik, és utána ráesik a vállamra egy vadidegen, és akkor tudod, most hogy ébreszt fel? Tehát... Mit csinálsz, ha Mike Tyson alszik a vállamon, és egy csurog a nyála le a szedcsontodon, vagy mi az? Igen. Mit csinálsz, Tyson? Nem, neki nem szólok. Menni a morog egy picit. Igen. Na jó, szóval volt-e olyan, hogy közbeavatkoztatok? Tehát te például szólsz-e annak, hogy menjen már, szólsz-e a stewardessnek, Gyuri, vagy bármi, amikor tetted, vagy egyszerűen megszólod-e ad neked kellemetlenkedőt? Nem, tűröm. Mindenki tűr. Fel, ugye? És én hangosan sóhajtozom, próbálom neki jelezni. Mindenki tűr, persze. Abszolút. Jó, egyébként olyan volt-e, hogy mondjuk ti nagyon ráztátok a pofonfát. Tehát ez a srác, ez tényleg azt csinálta. Tehát, hogyha lehet ezt a magyar szép kis szólást itt most abszolút jól értelmezni, ez az volt. Rázta a pofonfát. Abszolút a mamutfenyőt. Nektek? Én alapvetően nem vagyok ilyen. Tehát, hogy azért nem szeretek elmenni embereknél odáig, hogy már érezzem, hogy a következő mondatomnál már ütni fog. Én ezzel nagyon vigyázok. Hát, én is vigyázok. Ne jó, nekem egyszer volt, ez nagyon régen volt egy ilyen talán 2000-es évek eleje, vagy 90-es évek. Akkor még nem voltak nagyon fesztiválok, de egy tájon volt, egy völgyben volt egy fesztivál, és annak a főszervezője nem tudom, valahogy ott kellemetlenkedett, tehát rossz benyomást tett rám. Aha. És ez már elég? Ez már elég. Tehát kinézted magadnak, hogy ő nem viselkedik jól. Nem viselkedik jól. Így van, iszonyatosan be voltam nyomva.
és emlékszem, ott a Völgyben vártuk a koncert, talán hobó koncert volt, és egy barátommal voltam, és akkor a lényeg az, hogy elkezdtem üvöltözni ennek a főszervezőnek a nevét, és mondtam, hogy ez egy ci. De teli torokból 20-szor. Ez úgy beakadt, ugye, nem tudtam másra gondolni. Ci. És ilyen már ilyen alkonyat volt, tehát ilyen sötétedet, és egyszer csak ott állt előttem. De észre sem vettem, hogy jött oda. Tehát az egész fesztivál tele üvöltött, tehát hogy előbb-utóbb kijött az irodájából. Kijött valahonnan. Én nem tudom, tehát nem érted, én cisztem végig, és egyszer csak így állt az orrom előtt. Hát előcsalogattad. Igen. És? És pofonfa? És akkor ő, hát ő alacsonyan volt nálam, és akkor ő tulajdonképpen jelezte azt, hogy ő most engem meg fog ütni, és akkor az én barátom, aki egyébként harcművészetekben nem rossz, ő oda mond neki, hogy ezt nem kéne. És akkor ezzel megvédett. Szegény Gerendai pedig nagyon békés. Nem a Gerendai volt. Nem akarom mondani a nevét, mert egyébként én voltam a bunkó. Persze. Én voltam a bunkó, nem ő volt a bunkó. De hát ugye ez teljesen, tehát ez a Tyson eset volt, csak éppenséggel nem egy Tyson, hanem egy ilyen szervezőt sikerült addig provokálnom, amíg meg akart ütni. De igen, csak hát annyiban hasonlít a Tyson helyzetre, hogy itt valószínűleg te verted volna a Tysont, a helyi Tysont. Hogy hát, érted, hogy én vertem volna? Hát még ott volt a kis harcművész barátod. Harcművész barátom ott volt, és akkor így visszatolta, hogy nem érdemes most itt kötözködni. Megrázom a pofonfát, utána pedig kivágom. Körülbelül. Igen, szóval a lényeg az, hogy én kerültem ilyen helyzetbe, hülye voltam, tényleg nem is vagyok büszke rá, mint sztori, mint anekdóta, tök jó, mert baromi rég volt. De hogy volt ilyen, neked más, nem, te nem pofonfát ráztál, hanem ez a de jó ötlet, amikor valami jó ötletnek tűnik, tudod, mire gondolok? Persze, hogy ne tudnám, tehát, hogy ezt ki se tudom verni a fejemből egyébként, hiszen mindig eszembe juttatod, ez a, ugye a Bömbi. A kis orosz. Híres Bömbi történet. Én imádom. Hát nem tudok egy fél évet úgy eltölteni rádióban, hogy ez a Bömbi sztorit ne hozzam elő. Igen. Amikor Anett, lehet, hogy nem mindenki tudja, bemászott a fővárosi állatkertben, bemászott az oroszlán ketrecbe, hogy azt a helyes kis oroszlán bébit kihozza, mert megsajnálta. És hát nyilvánvalóan úgy vágták ki az állatkertből, és talán még mindig tart a kizárásod. Nem, már felmentettek? Igen, meg a múltkor a hangaszólító meg is kérdeztük, tudod. De voltam már azóta. Meg hát nem másztam be, de most már ez ilyen városi legenda, és ez tudja, hogy Gyuritól ered, mert csak felálltam a kerítésre. Jó, hát azért még nem... Benyúltál érte, hogy kivedd, igen. Azért még nem tartóztatnak le ember, tehát te vitted a hónolod a kis plusz orosz, hát az igazit. Vittem volna, hogyha hagynak lehetőséget. Hihetetlen. Hihetetlen. Na jó, ennyit erről a sztoriról, de egyben biztos vagyok, hogy mindenkinek vagy volt olyan története, amikor nagyon megrázta ez az úgynevezett pofonfát, vagy ahogy az Anett sztoria is, hogy tényleg mondjuk így, hogy fejezd be azt a mondatot, hogy emlékszem, az elején még jó ötletnek tűnt, de. És itt mi következett? Ezt írjátok meg 0620-22-22-122. Ez a bocskor! 3:48 lesz 4 perc múlva. Hú, jó sokan üzentek a témával kapcsolatban, sokan ugye Tyson védelmében. Sziasztok, ja nem, ez egy másik, ezzel majd később foglalkozunk. Zsolt, neked üzenem, hogy lehet, hogy felhívunk. Aztán, sziasztok, adáson kívül. Na, nem értek egyet Tysonnal, többet és nagyobbakat ütöttem volna, jó a műsor, bambú. Oh. Igen, üdv Istennek, erre az esetre csak annyit lehet mondani, hogy a fiatalember fogta magát és lendületből tátott szája belerohant a szerdőbe. Ja, így van. Tysontól még autogramot is félve kérnék. Sziasztok! Ez olyan, mint a tigris ketrecnél a tábla, ne nyúlj a ketrecbe, mert harap. Erre a hülye gyerek meg nyúlkál. Jól tette Tyson, én is lenyomtam volna, mint a bélyeget. Pepe, akkor ha Tyson aludna a vállamon, meg is simogatnám, üzeni Lajos. Főre ébredjen. Igen. Hallgatlak titeket, és folyik a könnyem a rögéstől. Jó reggelt nektek, és szép napot a továbbiakban. Puszi Balázs, Andi. Andi, neked is puszi, és amennyiben az a Balázs Andi vagy, akkor még egy puszi. Akkor kettőt kapsz, akkor igen, sima aki... Balázs Andi vagy, akkor egy. Nem a sima, de akit ismerünk személyesen, akkor... Annak kettő jár. Igen. Emlékszem, jó ötletnek tűnt kioktatni egy... Na, vele fogunk beszélni, de van még egy. Az én pofonfám 19 évesen leszerelő bulim. 130 kiló voltam, kopasz, és nagyon keményre ittam magam. A rivális faluban bulisztunk. Ez is milyen érdekes, hogy rivális falu. A rivális faluban bulisztunk, és nekem jó ötletnek tűnt, hogy elnyomom a cigim egy 70 kilós srác kabátján.
Olyat kaptam kapásból, hogy 3 napig feküdtem agyrázkodással egy tojásméretű puppal a homlokomon és egy pecsétgyűrű nyomával. A pecsétgyűrű nyoma még ma is látszik, pedig eltelt azóta 22 év. Nem lett bosszú belőle, mert mindenkinek elmondtam, hogy én voltam és jogos volt a lángos, üzeni Tipcsi. Szép. Cigit elnyomni. De engem érdekelt volna, hogy ez a 70 kilós srác intézett el téged, vagy valaki a faluból úgy gondolta, hogy hát ez... Ebből úgy hangzott, hogy ő ezt meglépte, igen, és kapta érte a reakciót. Igen, abszolút. Na, a pofonfarázással kapcsolatban itt van Emi története. Szia Emi, jó reggelt, hello! Szia! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Emi, na mi volt a te sztorid? Hát egy dupla körforgalom, az ugye kevés van a városban, azt próbáltuk használni egy taxissal, és... Mert hogy te a taxiban ültél, vagy? Nem, én egy másik autóban, én egy kupé 124-est tolok. Nem mond már, olyat akarok most venni. 124-es kupéd van? Nem is érdekel a sztori. Na, mondjad, hány éves? Hát fiatal, 27. Na, nem baj, de egy jó állapotban van, és eladó? Nem eladó, nem. Milyen színű? Ezüst nyíl. Mennyiért nem eladó? Jó, a férjem már biztos kontrázna, hogy azért ő eladná fel nekem alól, de hát egyelőre azt mondom, hogy nem eladó. És hibátlan jól megy? Állatmódon megy, tehát nagyon sokszor benne van azért a versenyzés. Imádom, szeretem. Mennyi, 27 éves az autó? Igen. Álmom. Igen. Tényleg. Na mindegy, Emi, mondd a sztorit, bocs, elnézést. Ezt vezetheted majd, jó? Jó, oké, köszönöm, köszi. Szóval ez egy dupla körforgalom, aminek én abban vagyok a híve, hogy kívül menjen az, aki ki fog menni a következő kiáratnál, belül menjen az, aki hosszabban megy. Uh-huh. És én bementem belőle, de egy taxis az kívülről nagy ívben hosszan az 5. lejáratig ment volna, és én is ott akartam volna kimenni, és nem akart kiengedni, mert hát mert ő jön. Pedig a belsőből ki kell engedni a külső sávosnak. Hát utána néztem utána egyébként a Kressznek, és sajnos nem. De? Én is utána néztem, engem is érdekelt. És én úgy tudom, akkor ne veszünk össze, de én úgy tudom, hogy aki belső sávban megy, és kiindexel jobbra, hogy a következőni kimen, akkor a külső sávosnak ezt figyelnie kell, és ki kell engednie. Én is úgy tudtam, de aztán utána néztem, én is bizonytalan vagyok, nem tudom ma se. Én azt gondolom, hogy a logika az diktálja, hogy így legyen. Uh-huh. Hát nem engedett ki, ment a dudálás, meg egy kicsit ráhúztam a kormányt, hogy elnyelj meg akármi, ki is szálltunk. Én is kiabáltam, ő is kiabált, és akkor a végén közelebb jött, hát félnél azt hittem, hogy meg fog ütni, de mégis leköpött. Oh! És ettől annyira lefagytam, hogy se a rendszámát, se a taxitársaságot, semmit nem jegyeztem meg, ott álltam, teljesen megalázva. De ez annyira megalázó a leköpés. Igen, kezelhetem, még a mai napig ez. Ez mikor volt? Hát, most az autóban számom, akkor 7 éve. És helyszínileg hol volt? Helyszínileg egy ilyen bevásárló központnál. De Budapest. Aha. Pesti oldal, igen. Édesem. Volt még egy sztorim, az végül is az jobban sült el, annak a fő utcában, ha emlékeztek, régen ott volt buszsáv. Uh-huh. Igen. És hát szerettek ott előre menni az emberek, én meg népnevelő vagyok, és behúztam mindig a kormányt középre, ha néztem, ha taxis jön, ha busz jön, akkor elengedni nyilván. És hát jött egy jeep, és villantott, mert biztos azt hitt, hogy csak véletlenül besodródtam középre, hát én meg nem mozdultam, tartottam a sort, mert nem áll, ne pofátlankodjon előre. És akkor már dudált is, és látta, hogy maradtam, és megállt a sor, és 4 akkora gardobszekrény szállt ki belőle, hogy teljesen lefagytam, hogy úristen, ebből mi lesz, de mire odaértek volna az autóhoz, akkor elindult a sor, és szerencsémre be tudtam húzni a körforgalomba, és mehettem a dolgomra. Jaj, Istenem, te akkor egy kis vadóc vagy a forgalomban, azért látom. Hát, úgy gondolom, igen, tehát, hogy a helyesség irányába, tehát nem a 180-nal a soroksári úton, hanem virágos. Úgy lendületesen engedek be embereket, hiszek a cipzárába, de a cipzárában nem az, hogy 6-ot engedek be, hanem egy jön, egy megy. Hát ez a cipzár lényeg, ha mindenki megnézi a sliccét, akkor látja. Ja, lehet, hogy gombos nadrág lesz a divat. Igen, meg te nem utogasd a körforgalomban a sliccedet, hogy ezt is kéne. Jó van, Emi, köszönjük szépen, köszi a sztorit. Hát, én köszönöm. Szia, puszi, szia. Sziasztok. Hello. Na, van még egy, azt én egyszer véletlenül egy atléta trikós boxbajnokba kötöttem bele a Bud Spencer és Terence Hill fesztiválon.
A szervező vitt hátra és mondta, hogy hülye vagyok, hát ez a srác országos boxbajnok, mire én országos bajnok bringás vagyok. Ezen annyira rögtek, hogy elmaradt a bunyó, persze nem voltam szomja, szívesen elmesem. Na jó, nekünk elég volt így is, köszönjük szépen, jövünk vissza egy Hungary Machine-nal. Így van, dalszöveg már megvan, mutatjuk majd mindjárt nektek, és meg kell mondani, hogy ki az, vagy mi az. Hívjatok most 0620-22-22-122. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. De még mindig ezen vitatkozunk, ezen a körforgalmon, most mindenki másképp tudja. Itt leírja nekünk Ilmenau Béla, hogy a körforgalom jobbkész szabály, a szélén lévő a belsőhöz képest jobbra van, így neki van elsőbsége. Mondom, én is ezen azóta nem tudom, mert ugye ezek viszonylag újak, ezek a kétsávos körforgalmak, úgy értem az elmúlt, nem tudom, 10 évben jöttek létre. Hát az az emberi, hogyha a belsőből ki kell engedni, mert ugye akkor ő megy még egy kört. Tehát, az az emberi, de ugyanakkor meg a kressz. A többi kressz szabálynak, hogyha most kétsávos utat veszünk alapul, akkor nem. Akkor tud visszasorolni a külső sávba, ha van hely. Igen. De én meg úgy tudom, de mondom, engem is csak valaki felvilágos, lehet, hogy rosszul, hogy ha valaki a belső sávból indexel ki jobbra, akkor aki a külső sávban halad, azt ki kell engednie. Uh-huh. De lehet, hogy én tudom rosszul, és jobbkész szabály, vagy bármi más, igen. Nem tudom. Ez a baj, én is arra gyanakszom, hogy ez jobbkezes lesz. De mire alapozod? Hát azért, mert én találkoztam más kressz szabályokkal, amiknek az égvilágon semmi értelme van, sőt, nincs, illetve akadályozzák azt, hogy normálisan menjen a forgalom, tehát a kressztől logikus, hogy egy rossz szabály van benne. Én már a biztonság kedvéért nézem, tehát amikor én külsősában vagyok, és van belső is, és nézem, hogyha velem valaki párhuzamosan közlekedik, hogy akar-e előttem úgymond jobbra kimenni, akkor inkább kiengedem, mert illetve kiengedem. Uh-huh. Hát ja. Nem vagyunk rá érettek. Bocsi, ha-hó, a 10-es út Pilisvörösvár után Budapest felé Solymártól parkolópálya az ürömi körforgalomig. De ez így van minden nap, Orosz Józsi. Debrecen. Na, 3 éve sikerült Tysonnal Las Vegasban személyesen találkoznom. Egyáltalán nem agresszív ember, nagyon jó fényképeket tudtam vele készíteni, viszont óriási csalódás volt számomra, mert nagyon le volt gatyásodva, reszketett és folyamatosan folyt a könnye. Ezek után nem gondoltam, hogy ő még valaha komoly boxmeccset fog vívni, erre kb. 1 éve csak összeszedték és végig bunyozott pár menetet, üdv Zoli. Uh-huh. Hát volt neki nagyon-nagyon rossz korszaka. Igen. Tysonnak is, meg azt hiszem, hogy teljesen csődbe is ment, akkor nyilván mindent el kell követni azért, hogy pénzt keressen, és az életszínvonalát fent tudja tartani. Volt valóban az a boxmatch, én úgy tudom, most rendben van. Hát úgy tűnik, hát tudja. Most már repülőkön elboldogul. Igen. Jó, játszunk Hungary Machine-t a Janival. Szia, Jani! Hello, sziasztok! Hello, légy a rádiót, ha a kis lemer, hallom magam vissza. Jó. Köszönöm. Na, mutatjuk neked akkor a dalszöveget, oké? Okay? Rendben. Tessék. Minden percben teljesen elvarázsolsz, szükségem van az összes titkos érintésedre, de mivel fáj, nem látsz fájdalmat, nem hagylak el, bohócként játszom a színpadon. Meg is van. Na? Hooligans játszom. Ez a... Jó ez a Hooligans. Igen. Igen, nagyon jó. Jani, hát van egy bocsi zacsi, Gyuri. És rakunk bele egy baseball sapkát, meg egy bögrét is, jó? Nagyon jó, köszönöm. Minden oké? Okay? Minden rendben, melóba tartok éppen. Igen? Mivel foglalkozol? Hallom, hogy értelmiségi vagy. Villanyszerelés. Milyen? Villanyszerelés. Villanyszerelés. Ennek ellenére hallom. Vagy ezért, vagy nem tudom, hogy... Miből váltottál? Nem, semmiből nem. Villancsai voltam, mindig is egyéni vállalkozó. Na jó, oké, okay, akkor jó munkát neked, majd hívnak a címedért, és akkor küldjük is, jó? Köszönöm. Köszi szépen, szia. Szia, Jani. Olyan megnyugtató hangja volt, és olyan, nem? Igen, neki elhiszem, hogy nem fordítva kötötte. Igen, egy villanyszerelő legyen is megnyugtatott, azért nem mindegy, hogy mit csinál és mivel. Na, nekem hát olyan mindegy. Gondold már, hogy szerinálod a villanyóra szekrényt, és ilyen rátod rajta, hogy ideges és fél. Nem, hát a félemet nem akarom látni, hogy ideges villanyszerelő engem nem zavar. Nem, az ideges nem. Hát nem, azért nem, zavar, nem azért ideges, mert villanyt kell szerelnie nyilván. Vagy nem tudom. Hát fene tudja. De nem, hát nekem azért ez ugyanolyan, mint minden más ilyen szakinál, hogy aki eljön villanyszerelni, az megállapítja, hogy az ezt kicsinálta. Az előző munkát. Hát ez hogy van bekötve. Na ez nagyon veszélyes volt eddig, de most átkötöm. Tehát, hogy de ez ugyanígy van a vízvezetékszerelőtől kezdve mindenkinél, nem? Mindenkinél mondják, hogy
Ja, na, kvízelünk, Gyuri! Nem ismerek kvízügyben megszólalni nagyon. Hát pedig ez most a te kvízed. Nem az én kvízem. Tehát ezt találtuk a neten, tehát nem a miénk. Igen, igen, de ki volt az, aki ezt behozta a csapatba tegnap? Mert tudom, hogy örömet szerzek. És remélem nem csak nekem, nagyon sok mindenkinek. Úgy tudom, hogy rengetegen szeretik a kvízeket, ezért is szoktuk elővenni, hogyha találunk. Igen, hál' Istennek ezeket nem mi dolgozzuk ki, hanem egyszerűen ellopjuk, és... Mennyivel kényelmesebb, gyereke! Mi? Mi van? Ki azért hozott? Ki azért hozott? Most legyen bátor. Én azért hozok, azért dolgoztunk fel nagyon sokat, mert végignéztük a Krisztivel az összeset. Az összes filmet? Az igen, ami a feladványban lesz. Ja, értem, hogy mire gondol a Lacika, mert hogy ugye bejátszókkal fogjuk majd megmutatni, hogy tudom. Mi a jó válasz. Én tudom, így van. Na jó, az alapötlet nem a miénk, ettől függetlenül játsszuk a régi, a retro gyerekfilm kvízt. És hát itt most kemény kalap krumplior, most jól mondom? Most jól mondom. Na most jól mondom. Az. Tehát például ilyen. És azokból kérdéseket tesz fel a Gyuri, mi próbálunk ezekre válaszolni, ezek azok a filmek, amelyeket mindenki látott, aki elmúlt 30. Igen. Jó, segítségre tőlem ne várjatok, mert egy kérdésre sem tudtam magam találni. Jó, hát ez egy másik gyerekkor, persze. Igen. Igen. Na jó, de a Gyuri a Batman is gyerekfilmnek tekintette. Nekem az, persze, én azon nőttem fel. Na, de ezek a magyar kérdés. Gyerekfilmek. A magyar gyerekfilmek, és ezek jók voltak. Nagyon lehetett őket szeretni. A szereplőket, a sztorikat, a karaktereket. Szóval, én nem tudom, mindenkiben szerintem ez nosztalgikus lesz, ez az élmény, és három kérdést meghagyunk megint csak hallgatóknak. Ez ugye 8:30 után kerül majd arra sor, hogy akkor ti is megküzdhettek egy bocsizacsért ebben a kvízben, jó? Ennyire egyszerű, egy pár filmből mutatunk majd hangrészleteket, mindenki könnyezni hát, fog. Hát, ha segít, igen. Igen, de nincs közte az Abigail, az gyerekfilm? Nem. Akkor jövünk a hírek után. 8:10 van, jó reggelt mindenkinek, minden hallgatónak, óvatosan vezessetek, érjetek oda a munkahelyre, termeljetek sok pénzt, és kapjatok jó fizetést, és tegyétek boldoggá a családot mindennel. Ilyesmi, igen. Igen, ezekre gondoltam. Szia, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, hello, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Jó reggelt. Jó reggelt, Anett. Jó reggelt, sziasztok. Igen, megkaptam az üzenetet, gyakorlatilag, mint nem tudom, Guns N' Roses koncerten a női rajongók, felhúzta a pólóját, igen, igen, a Lacika. És rá van írva Filctól, ahogy turné. Ezzel a szerkesztő úr, Háder úr üzent nekem, Lacika testén keresztül, hogy említsen meg nektek, hogy a szívesen turné igenis elindul hétfőn. Igen, szerettem volna valami olyan jelzést, ami biztos, hogy észreveszel. Ezt észrevettem. És ami motivál, és valahogy a turnéval is összekapcsolható. Gyakorlatilag egyébként Lacika testére a komplett állomáslista fölfért volna. Igen, az itt van a kezemben. Szóval indulunk hétfőn turnéra, Nyíregyházára, és ott a Kossuth téren leszünk, a Koronaszálló és a Szökőkút között. Aztán kedden Békés Csabán leszünk a Korzó téren. Szerdán Szolnokon a Hill téren, a Baross utca felől. Csütörtökön Győrben leszünk, már a Városháza téren várunk. Pénteken pedig Kaposvár és Kossuth tér. Minden reggel ott kezdünk 6-kor, és annyi minden lesz, gyerekek. Egyrészt túl azon, hogy ott vagyunk, és cukik vagyunk, és aranyosak, és egyébként rengeteget szoktunk dedikálni, fotózni is, amíg bírjuk, de annyi nyeremény lesz a helyszínen, hogy csak néztem, hogy már sajnálom, hogy miért megyünk, miért nem tartjuk meg. Igen, például gondolj bele, hogy minden állomáson egy játékban valaki nyerhet egy Hisense Garner QLED TV-t. A gamerre gondolsz. Gamer. Ja igen, az lesz. Ja mit mondtam, bocsánat. Én rosszul mondtam, igen, elnézést. Tehát Hisense Gamer QLED TV-t, minden állomáson lesz egy ilyen. Például egy játék, majd el fogjuk mondani, hogy aztán a Hungary Machine-ben és a hangcsapdában lehet nyerni tableteket, Samsung Galaxy Tab A7-es Lite-ot, az Aqua webáruház jóvoltából, akkor mobiltelefont, Samsung Galaxy A13-as szintén az Aqua webáruház jóvoltából. Minden Hungary Machine és minden hangcsapda játékban, ez egyébként vonatkozik mindenkire, aki esetleg nincs ott, mert lehet telefonáló is, de lehet helyszíni játékos is. Aztán 50.000 forint értékű sorsi egy csomagot a Szerencsejáték ZRT jóvoltából. Ezek, amit ott minden reggel a műsorban valaki megnyerhet. De emellett meg ugye megérkezünk a városba előző délután, és akkor a város legnagyobb rajongóját személyesen megkeressük. Megy a kis csapat,
lesz egy kis bocskor VIP box, amit viszünk magunkkal ajándékba, ott el leszünk, egy kicsit dumálgatunk, kávézgatunk. Így van, tehát ha úgy gondolod, hogy te vagy a város legnagyobb rajongója, akkor Nyíregyházán ugye mi vasárnap érkezünk már, aztán ugye mindig egy nappal előtte. És a Facebookon megnézed a videónkat, ott mi elmondjuk ezt részletesen, és ott kommentben azt mondod, hogy megindokolod, miért vagy a te legnagyobb rajongója annak a városnak irányunkba, akkor nagy esélye hozzád megyünk a lakásodba, a házadba, ha esetleg dolgozol a munkahelyedre, személyesen megjelenik a Laci, én, Gyuri, Kriszti, és átadjuk a VIP boxot olyan dolgokkal benne, amit más eddig nem kapott. Bizony, öt embernek lesz csak ilyen, tényleg. És fotózkodunk, és dedikálunk, és megölelgetjük az unokákat, vagy a feleségedet. Vagy akit odahoztok. Vagy akit odahoztok, így van, jöhetnek a szomszédok, és akkor ott egy kis időt eltöltünk, kocintunk. Tehát ez minden városnak jár egy ilyen. Igen, és nagyon fontos, ott van a Facebook oldalunkon a videó, azt nézzétek meg, mindent elmagyarázunk világosan. Pontosan. Na jó, ezt megbeszéltük, köszönjük szépen, Lacika, a feliratot a mellkasodon. Még ne töröd le. és most kanyarodjunk rá erre a kvíz dologra. Tudom, hogy sok kvíz csináltunk már, volt itt mindenféle reklámzene kvíz, meg locsolóvers kvíz, meg mindenféle kvíz volt, és mindig a Gyuri hozta ezt, és ő nagy-nagy kvízmesterként ugye le is játszotta velünk, és most én találtam tök véletlenül egyet a neten. Ez a retro gyerekfilmekből összeállított kvíz. Igen. Ki volt a kedvenc gyerekszereplő, Gyuri? Hát, nekem. Na, tudod, bajban vagy. Te, akkora bajban, Batman. Nem tudok jobbat mondani. Ez mindenre jó. A kis Batman. A kis Batman. A 6 éves Batman nagyon jó volt. Kis Betike. Akkor még Beti. Akkor. De én magyar retro gyerekfilmekről beszélek. Mindig, amikor ilyen suli szünet van, vagy ilyesmi, akkor azokat állandóan vetítik a tévében. Szóval, ti néztetek valahogy gyerekfilmeket? Szeretétek, Laci? Hát nem tudom, ilyenekre emlékszem, hogy Tüskevár, vagy amit én nagyon szeretem. Tüskevár, de ugye? Jó volt, vagy Istenem. Az égig érő fű nekem az volt a kedvencem. Azt imádtam, amikor befűvesítik, tudod, a bérház. Igen, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon helyes. Én ezeket imádtam. Én is nagyon szeretem. A mai napig, hogyha megy, akkor én nézem. Helyesek a szereplők, baromi jók a sztorik. Akkor még úgy adtak erre, nem? Igen. Neked? Nekem, én egyre emlékszem, a Szeleburdi család. Az is jó volt. Igen. Nagyon, nagyon. A Elbándival? Nem, a magyar. Az. Akkor már én is képben magyar Elbándival. Ernyei Bélával, nem tudom, ki volt már, nem emlékszem rá. Ernyei Béla is milyen jó volt, igen. Na jó, gyerekek, szóval, hármat megtartunk azért a hallgatóknak, és Gyuri lesz a kvízmester, és mindegyikhez lesz valami hangbejátszás. Ezt hogy képzeljük, mert nem tudom, mi van a hangbejátszásban. Mert ugye nem is tudom, mik a kérdések. Hogy ezt amikor feltetted a kérdést, vagy amikor a választ megadtuk, vagy mikor mutatjuk meg a hangját? Mikor megadtátok a választ, ezek igazából azt fogják megmutatni, hogy valóban az a helyes válasz, amiről beszéltünk. Oké. Okay. Jó? Akkor jön az első kérdés. Jó, figyelek. Hogyan panaszkodott egymásnak az elátkozott fagylaltárus, Bagaméri Jácint és a pörkölt zabáló Parkőr a kemény kalap és krumpli orban? Hogyan káromkodtak egymásra? Hogyan panaszkodott egymásnak? Rohadt gyerekek, megint kijedték a vaníliát. A gumva anyád Bagaméri. Nem ez volt? Ez egy régi típusú, nem egy mostani Netflixes film. Szaftos a pofát, pörkölt árus. Mondjak három variációt? Hát jól. Bagaméri Szopó, nem? Nem volt? Nem Netflix, oké. Okay. Pedig láttam, és nem egyszer láttam, sokszor láttam, és imádtam, igen. Sok az ugatós kutya a környéken. Igen, és még harapnak is. Vagy ezen a játszótéren mindig játszanak. Nekem sem tetszik ez. Vagy nem megy a fagyi biznisz. Parkőrként nekem sem futja sokra. Nagyon nehéz. Szerintem a biznisz szót meg nem használták szerintem akkor. Szerintem sem. Én a játszótérre gyanakszom. Ja, a második szerintem is. Így van, a második. Yeah! Itt mindig játszanak. Ezen a játszótéren mindig játszanak. Hiába, ez már így van itt. Nekem sem tetszik ez. De jó. Úristen, de jó voltak. Na. Jön a következő. Hogy hívják a plakátragasztót, az utca hírmondóját, aki segít a gyerekeknek kiragasztani a csali hirdetéseket? A kemény kalap és krumpli orban. Ó, Pici Gáspár! Így van. Jaj, de jó. Nagyon jó. Igen. Nincs érdekesebb mesterség, mint az enyém. Ezt én mondom, Lópici Gáspár. Ugyanis ez a nevem. Úgy is mondhatnám, hogy én vagyok az utca hírmondója. És mit üzen a gyerekeknek? Hogy ne szaggassák le a plakátot. Jaj, de jó volt. Bizony. Jó, milyen beszélő állatot varázsol Csili Csala bácsi Gyuszinak a Varázsló című filmben?
valaki. Milyen beszélő állatot varázsol Csili Csala bácsim? Mi van? Gyuszinak a Varázsló című filmben. Csili Csala bácsi. Nem is láttál. Milyen varázsló? Hát mit varázsolhat? Kutyát. Mi? Nyulat? Nem. Beszélő. Beszélő állat? Ja, beszélő állat. Beszélő állat. Beszélő állat, aha. És az ott a filmben szerepelt ez az állat, és beszélt? Hát ő sejtem. Ez egy rajzfilm, vagy ez egy... Nem. Ne hozz zavarba, kérlek. Jó, csak azért, mert akkor az akkori... hát akkor... Milyen állatokhoz fértek hozzá? Jó, mondok három lehetőség. Pontosan. Igen. Mondok három lehetőség, jó? Ló, kutya vagy elefánt? Biztos ló. Elefánt. Ló. Elefánt. A ló a jó megfejtés. Tudtuk. Végre! Drága Csili Csala bácsi, kérném szépen a lovat. És azt hiszed, ebben minden el van intézve? Tessék rám bízni, ha itt a ló. Hát jó, legyen a ló. De jó kezek, Istenem. Na. Milyen nemzetiségű turisták hagyják el Budapesten a babát, akire kismaszat és a gézengúzok találnak rá? Ez a bújtorfilm? A... Nem. Ez nem a gyerekfilm? Ez nem ez a pofoszkodós film, nem a... szerintem. Milyen turisták hagyják el a gyereket? Olasz. Ez nem a bújtorfilm, ez a Mi van veled, Madonna. Ez nem a... Mi van veled, Madonna? Nem. Csak nem énekelgetsz? A... Nem a... Ez a Viva TV-n volt a műsor, nem? Nem tudom már. Keverem ezeket Mi nagyon. Mi van veled, Madonna? Tedd föl még egyszer a kérdést. Milyen nemzetiségű turisták hagyják el Budapesten a babát, akire kismaszat és a gézengúzok találnak rá? Megvan kismaszat? Nem. Milyen turisták? Hát hozzánk nem jöttek, csak osztrákok és németek. Kelet-német turista. Jó, van tipp, vagy adjak három lehetőséget? Adjál. Jó. Már. Angol, svéd, vagy jugoszláv? Nem áll. Mit nem áll? Hát ebből tudsz választani. Ez nem is a rémlik. Nem. Golyko, mit is jó, hallgassuk meg a bejátszatot, meg fogja mondani. Jó. Segíthetek valamit? Som du vill mi chére, ta honom e dej, de du som ska bryta bő på honom. Vas? Azt mondja, vidd csak, drágám, úgyis neked kell tisztába tenned. Milyen ő mondja? Svédül. Jó, trükkös volt. Igen. Nagyon triki. Jön a következő. Igen. Melyik fiktív faluban játszódik a Le a cipővel? Szent Király szabadja. Trócsány kis karakas. Megvan? Tudtok mesélni valamit nekem erről a Le a cipővel című filmről? Ezek ilyen mezitlábas fiúk voltak, nem? Nem? Volt egy nagymama, akinek volt egy drága szőnyeg, erről szólt. Igen? Nyilván a Le a cipővel. Nem ilyen kis szólt. Tábor volt, sok gyerek, és levették a cipőt. Ez volt a... Ez a filmgyártás korai időszakában számos. Igen. Igen, valamilyen... Szigeten. Egy szigeten, aha. Akkor, és melyik falu? Kisoroszi. Ó. Mi van? Majdnem. Nagyoroszi? Tahitott falu. Mondok három lehetőséget. Alsó Törökverő, Makkosszállás, vagy Mátra Szent Anna? Makkosszállás. Sziget, Mátra Szent Anna biztos. Meg a Makkosszállást is. Hallgassuk meg, hogyha... Ja, bocs. Állj! Ne húzzuk még le azt a redőnyt. Nem biztos, hogy mindenki látta, mi történt addig, míg az Alsó Törökverői vegyesboltot a legnagyobb nyitvatartási időben bezárták. De jó volt ez a film pedig, Alsó Törökverő. Hát itt van most előtte. Akkor tényleg ez a cipőlevételről szól a táborban? Hát ez ilyen tábor, ez tábor volt, és akkor kerestek valami boltot, vagy olyan helyen táboroztak, ahol nem kellett volna, de a tanár ott azt megengedte, és akkor táboroztak. Minden jó volt, hát nem a sztori a lényeg, hanem az, hogy helyesek voltak a szereplők. Jó. Na. Mi Brenner Oscar foglalkozása az égigérő fűben? Mivel foglalkozik az égigérő fűben? Brenner Oscar. Kertész. Fűnyíró. Brenner Oscar. Brenner Oscar. Az a színész neve, vagy a szereplő neve? A színész Újlaki Dénes egyébként. Akkor ő volt a szénszállító. Tényleg? Persze, mondom, hogy imádtam. Van, aki azt mondja, hogy nem is kell félni a szemes embertől. Nagyon jó volt, mindig csúsztatták le azon a csúszdán a pincébe a szenet. Nagyon, nagyon jó. Jó, jön az utolsó. Okay. Mit szeretne megtalálni a Hahó öcsi hőse mesebeli utazása során? Nem ez volt a Ernyei Bélás? Az a Szeleburdi volt, nem? Anette ezt nagyon szeretett. Hahó öcsi? Mit akart megtalálni? Én a Szeleburdit szeretem, a Szeleburdi családot. Most nem ez a kérdés, hogy a Hahó öcsin kívül te mit szeretsz jobban. Nem ez volt a Gyuri kérdése. Mondj három lehetőséget, és mindjárt megmondom a választ. Oké. Mit keresett tehát az utazása során? Az időt, a szeretetet, vagy az eltűnt kutyáját? Az időt. Szerintem is.
Hallgassuk meg. Ja. Hé, van itt valaki? Csak én vagyok a hétfejű sárkány. Az időért jöttem. Add ide szép szóra. Nagyon jók vagyunk. És azt hiszem, hogy mert senki nem ért rá, ugye, mint a szülők elfoglaltak voltak, soha nem értek rá a gyerek, és mert hogy nincs időm, nincs és akkor ő kereste az időt. De olyan cuki volt ez is. Nagyon. Neked nem volt ilyen, Gyuri, amikor nem értek rád a szüleid? De, a Batman, mondta. Nem az, hogy te kerested az időt. Ja, de. Folyamatosan kerestem. Nem, szüleid nem értek rá, akkor kerestem otthon a pénzt. Egyébként tényleg mennyire, nem? Hogy a szülők nagyon sokszor türelmetlenek, nem érnek rá, másra vannak elfoglalva mi egymás, és ugye az időre hivatkozva, nincs időm. Igen. És a gyerek ezt fel sem fogja, hogy ez mi az, hogy nincs időm. Nem? És ez baromi volt. Tök helyes. Nagyon helyes volt. Akkor maradt még három? Maradt még három, és ezt akkor a hallgatóknak tartanánk meg. A hallgatóknak tartanánk meg. Jó. Elmondjuk, hogy milyen filmekből, vagy nem? Nem tudnám elmondani, úgyhogy legyen ez meglepetés. Batman nem lesz ez biztos. Alkalmas leszel vele a kérés feltenni? Még olyan állapotban leszel? Szerintem olvasni még tudni fogok, igen. Nincs benne, hogy melyik film? Várjál, oké. Okay. Hát nem. Ezzel előném a megfejtést. Nem megyek ebbe bele, de ez ilyen provokáció. Szerintem le fogok lőni egy-két megfejtést. Inkább nem. A kérdés felolvasásától. Ott majd azt a papír. Félsz a kérdés felolvasásától? Ott majd azt a papír. Nem, Laci, de hogyha tényleg lelövöd. Nem lövöm le, hadd nézem meg. Olyan lesz, mint az elefánt a porcelánboltban. Ne. Add már ide. Jó. Azt se tudod, hol kell nézni. Ja, hát pedig ebből kiolvasható a cím. De nem mondjuk el. Nem olyan, Gyurinak biztos van egy koncepció, hogy jelentkezzetek. Erre lehet nyerni egy bocsizacsit, tudjátok, ez az, amikor még nagy eséllyel a lúzer is nyer. Nem többnyire szoktunk adni. Mindketten, igen. Szóval kettő versenyzőt várunk, aki szeretne egy ilyen kvízben részt venni, úgyhogy egyáltalán ezt a kvízt befejezni, mert még három kérdésünk van. 0620-22-22-122. Ez a bocskor! És 3.907 perc múlva, egyébként az előző körforgalmi, kinek van elsőbsége a két sávosnál, csak ellentmondásos információk jönnek a hallgatóktól. Előbb-utóbb valakit megkérdezünk majd, aki szakember, hogyha ez tovább izgat bennünket, de tényleg az egyik ezt írja, a másik azt írja, ezek szerint nincs teljesen tiszta kép az emberek fejében. Gondolom, hogy a legtöbben akkor tettétek le a jogsítokat, amikor még ezek a kettős körforgalmak nem voltak, tehát mi nem tanultuk, hanem inkább csak ilyen hallomásból oldjuk meg. Jó, de a Vályi Pista írt, hogy őt szakember. Vályi Pista, kérlek szépen. Vályi Pista. Hát mi ő? Szakember. Kressz szakember? Dehogy is. Tudja, hogy hol a dugattyú. Autóközlekedési szakember. Csak... Nem autóközlekedés, autószakember. Hát a közlekedés az más. Ott ő egy dühös ember. De nem tudja más, hogy a dugattyúkat használni, csak a forgalomban, ezért kénytelen azzal is foglalkozni. Én is úgy használom. Elmondhatom, mit írt. Hát, jobb kezes. Hogyha neked releváns, kérlek. Hát nekem, ha valamiben a Pista, akkor az autózás. Jobb kezes a körforgó, de inkább figyelj. Ezt a jó tanácsot. Jobb kezes. Mert ugye mindenki máshogy hiszi. Mindenkinek van egy logikája. Szabály meg ez. Pista megírta. Ennyi, ez tény. A körforgalom jobb kezes lenne, akkor nem kéne balról elengednem az autót, amikor be akarok csatlakozni. Hát hiszen, amikor megérkezem egy körforgalomhoz... Azt tudod, hogy van az a tábla ott, hogy elsőbségadás kötelező? Tudom, de nem is kell ahhoz tábla, mert a körforgalomban belül haladóknak eleve elsőbségük van. Akár tábla van, akár tábla nincs. Igen, de amikor már bent vagytok mind a ketten, akkor egyenrangúak vagytok, és ott a jobb kéz akkor. Én szerintem nagyon én logikus, értem, amit a Pista mond. Nagyon logikus, pontosan olyan amatőr, mint én. Én amatőr vagyok, én legalább fölvállalom. Nem, a Pista, nagyon, amatőr a Pista nagyon érti az ABS-t, a izét, a dugót, vagy mi az dugattyút, de ezek a Pista azért nem egy kressz szakember. Hát bocsáss meg. Ha ennek utána nézett, én hiszek a Pistán. Pista, én hol neked hiszek. Te hol nézel utána? A Pistánál, minden ilyen kérdésben. Jézusom. Na. Sziasztok, üzenik, a Tüskevárat imádtam. Aha. Emlékszem, gyerekként fekete-fehér tévén néztük, és azon sápítoztunk, hogy milyen jó lenne színesben nézni. Aztán lett színes tévénk, és rájöttünk, hogy ez így is fekete-fehér. Igen, én is. Egyébként a Tüskevárral azt hiszem én is így volt, amikor először láttam színes tévén, hogy jaj, pedig olyan színeket képzeltem hozzá. Igen. És hát itt sincs. Na jó, sziasztok, drága szuper csapatom, ott leszek Nyíregyházán, Anettnek küldhetek veletek ajándékot, sajnál nem lesz ott. Léci, puszi nektek, Bözsike. Drága Bözsike, és drága mindenki, ne, könyörgöm, ne, nem tudjuk vinni. Tehát mi egy ilyen kis... Anett, most hiába, akkor gyere le Nyíregyházára.
Nem tudok lemenni, dolgozom. De mi meg nem vagyunk Waberers. Tényleg? Na jó, akkor köszönöm szépen, Erzsike, nem kérek semmit. Na látod. Így kell. A másik, nagyon-nagyon sokszor, gyakorlatilag mindig előfordul, hogy ne hozzatok ételt, könyörgöm. El leszünk látva, kapunk reggelit. Bizony. Tudom, hogy szeretettel sütitek, készítitek, akár veszitek, de annyit nem is tudunk enni, mint amennyi kaja ott érkezik, uh-huh. és tehát nem kérünk ételt, mert nem fogjuk megenni, őszintén mondom. Ennyi, tényleg. Még nem akarjuk tényleg telepakolni a kocsit. Igen, épp elég ajándék, ha eljöttök. Ugye ilyenkor ezt szokták mondani? Ezt. Hát igen. Igen, ezt szokták ők mondani. Na, Batman egy Z üzenik neked. Lópici Gáspár, Baga Méri, Matula bácsi, Ötvös Csöpi a császárok. Jó, hát... Ezek mind heteroszexuális férfiak. Ízlésen nem fogunk Nem így értette. Hát, jó, játszunk, mert van még három kérdés a Gyurinak, ugye a retro gyerekfilmek, magyar gyerekfilmek kvízében, és két úr játszik velünk, az egyik a Peti. Hello Peti, jó reggel, szia! Hello, sziasztok, jó reggel! Szia Peti, és az ellenfeled a Béla. Hello Béla, szia! Hello, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, a kihangosítóról, ha levennéd, vagy nem tudom, hogy vagy, az nagyon jó lenne, mert olyan visszhangos vagy, mint hogyha ilyen fürdőkád mélyéből beszélnék. Bocsánat. Most jobb? Nem. Hol nem vagy? Nem kihangosítom vagyok simán, csak visszhangzik a... Telefont kell cserélnem, úgy látszik akkor. Jó, de most egyre jobb kezd lenni. Peti, először tőled hadd kérdezem, ezekre a filmekre mind emlékszel? Tehát az a korosztály vagy, aki látta ezeket? Nem igazán emlékszek mindre, de szeretem őket, és szoktad nézni, ha megy. Oké, Béla, te? Hát én sajnos az a korosztály vagyok. Nem olyan sajnos az, azért voltak szép és jó élmények. Na jó, kezdjük el, amelyikötök előbb válaszol helyesen, ezt a Gyuri fogja egyedül tudni, az kapja a pontot, jó? Igen, majd mondjátok előre a keresztneveteket, hogy tudjuk, hogy ki a pont. Én nagyjából most meg tudom különböztetni egyébként így hangszínileg, de azért jó, oké. Akkor kezdjük. Hogy hívják öcsi segítőit, a két rossz csont Manót? Mondok három lehetőséget. Várjál, még nem tudja valaki fejből? Öcsi segítői? Aha. Passz egyelőre. Oké, mind a kettő passz. Gyuri? Jó. Kököly Szí és Bobojsza, Moha és Páfrány, Makramé és Bonami. Melyik? Makramé és Bonami Béla. Az egyes. Igen, ki mondta az egyest? Én, Peti. Igen, Peti! Gratulálok, Peti. Kököly Szí, Bobojsza, itt vagytok. Te itt? Igen. Cukik. Na jó, jöhet a következő. Jó, melyik zenekar szerezte az Utánam srácok sorozat főcímdalát? Senki? Tipp? Nincs tipp. Akkor mondok. LGT? Republic. Nem. LGT, General, vagy Sirius? Sirius, tényleg. Nem. Na, akkor mutatom. Az a generál, igen. Peti. Na jó, Peti a zenéből kitalálta, de ez nem számít annyira pontnak. Nem gondoltam, hogy még lehet találgatni. Nem lehetett. Nem lehetett. Hát egy pont van egyelőre Bélánál. Nem, Petinél. Okay. Melyik országból érkezik haza Magyarországra a fantasztikus nagynéni címszereplője? Amerikából. Nem. Rutka Évával, ugye? Így van. Ja igen, Rutka Éva, Svájcból. Nem. Nem Svájcból. Mondok három lehetőséget, jó? Egyesült Államok. Hát az Amerika. Ausztrália. Ja. Vagy Argentína. Argentínából. Argentína, és ez Béla volt. Igen. Na most haláztam ki a levél szekrényből. Van nekünk ismerőség Argentínában? Már néni. Szegény anya nővére. Igen. Igen. Hát ez egy-egy, nem? Hát igen, ez egy döntetlen. Ez egy döntetlen, mind a ketten kaptok bocsizacsit, jó? Szuper. Szuper, nagyon jó. Nagyon jó, oké. Valamikor a Kriszti felhív, egyiket reklamált egy hölgy, hogy tegnap játszott, még nem hívták fel. Nem aznap történik feltétlenül, tehát hívnak majd, de benneteket is, Peti, Béla, benneteket is fog majd hívni, jó? A címetekért.
Köszönjük szépen, szép napot. Köszi nektek nagyon is, sziasztok. Köszönjük, szia, hello, hello. No, akkor még egy játék, játék. Hátán. Ja igen, játszunk, mert most megjön a hangcsapda. Igen, ismert ember hangja megkeverve, megmutatjuk? Nem tudom megmutatni, nincs itt. Hát akkor egy kicsit nehezebb lesz, de hogyha valaki Facebookozik, akkor ott meg tudja hallgatni még. Igen. Mi a megfejtés? Valaki tudja fejből? Várja, megnézem a Facebookon, és de most akkor... a megfejtés mondjuk el? Nem, mert megpróbálja Laci leparodizálni. Ja, jó. Nem parodizálni, várja, ha frissítenem kell. Na, mindjárt egy pillanat, Laci segít. Mert felszögeztük fölülre a videót, hogy mindenki lássa, hogy mit kell csinálni rajongóként. Azt mondja, hogy nem utánoznám. Mutasd meg, ja nem tud megmutatni, mert monitorom van, mi? Igen. Miért nem tudod utánozni? Nem, nem tudom, mi nő? Hangját, nem tudom, férfi. Nem baj, próbáld meg. Mi a foglalkozása? Szavakkal legyen jellegzetes. Énekes. Akkor dúdolj, az jó. Nem jut eszembe, hogy jellegzetesen olyan furán ejt a dalban. Melyik szó az? Kalkad. Olyan kicsit olyan... Ez mi volt most? Kölyköd szó, csak... Kalkad! Iha, tudtam, hogy jó lesz, ha belevisszük. Nem akarom tovább, mert akkor tudják még, rögtön még a hang egyszer, még egyszer, érzem, hogy csak még egyszer. Nem! Kölyköd! Nincs olyan sok Simonból, nincs belőle, mint mondom, hogy felhőt jó érdemes gondolnám. Nem, nincs per, tehát nincs, hogy kedvű fiatalod, mert a fiatal inné az ember. Azért a bimintiből szuper. És ebből az volt, hogy ebből ez volt. 40 jobban csinálod. Oké. 0-20-22-22-122. Ez mi? Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. És 9 óra, ez 9 perc múlva. Na nézzétek, hogy mekkora a káosz. Tehát két SMS megint körforgalom. Hagyjátok már ezt, a jobb kéz van a körforgalomban. Párhuzamosan haladó sávokról beszélünk, a körúton sem engedett be kötelezően azt, aki jobbról akar befelé sávot váltani. Nemrég vizsgáztam Kresszből, hibátlanul a belső sávból kifelé haladónak van elsőbsége a körforgalomban. De jön egy másik, sziasztok, a két sávos szaggatottal elválasztott nyilván, körforgalomban a párhuzamos utakra vonatkozó szabályok érvényesek. Tehát a belső sávból először ki kell sorolni a külsőbe, és csak a külsőből szabad kikanyarodni, jobbra a belsőből nem. Ez világos, hogy ki kell sorolni, csak pont a kisorolás során van ez, hogy akkor most enged, vagy nem enged, vagy mi van? Hát nem, ő azt mondja, hogy meg kell várnod, míg a külső sávban olyan helyzet alakul ki, igen, hogy te simán át tudsz sorolni, és csak akkor mehetsz ki jobbra, tehát a belsőből nem kanyarodhatsz. Magyarán maximum teszel még egy kört, ha éppenséggel nem. Uh-huh. Ő ezt állítja. A másik azt állítja, hogy a belsőnek elsőbség. Azért mondom, hogy nincs itt teljesen tisztaság a fejekben, és egyiknek sem mondom, hogy igazam, mert nem tudom magam sem. Tehát tényleg nem tudom. Hát ez egy tisztázatlan dolog, ez már így marad, lesz, ami lesz, gyerekek. Jó, egyszerűen óvatosan, mindenki engedjen be és ki mindenkit, és akkor... Próbáljuk meg ezt, hogy udvariasak vagyunk. Így van. Egyébként Ildikó írta a Facebookon nekünk, hogy segítettem neki. Miben? A hanggal, hogy ki van a hangcsapdában. De nem a hanggal, hanem azt, hogy... Na jó, de oké, nyilván segítettél. Oké, Viccussal játszunk. Szia, Viccus, hello! Jó reggelt, halleluja Istenek! Halleluja, Viccus, honnan telefonálsz? Mezőkövesdről. A drága jó Mezőkövesd. Működik már, igen, a repülőtér? Nem. Az nem is fog már soha? Az egy volt szovjet repülőtér, ha jól tudom. Igen. Hát most valamit elkezdtek megint csinálni. A benőtte a gaz, vagy mi történt? Szóval nem volt forgalom. Hát úgy repülőtéren nem volt forgalom repülők. Nem jöttek szempontjából. Rendben. Aha. Viszont nagyon sok gyorsulási versenyt csináltak itt a stárkok. Aha, ó. Értem. Jó, na nézzük, Viccus, kezdjük el, mutatjuk neked a hangot, szerintem most már tényleg nem lesz nehéz. Így nem, nem, igen. És olyan sok Simonból, nincs belőle, mint gondolom, hogy felhőt jó érdemes gondolnám, nem, nincs per, tehát nincs, hogy kedvű fiatalod, mert a fiatal inné az ember. Azért a bimintiből szuper. Na ki ő, mondjad. Hát ő a Pataki Attila. A fiatalodnak mondom, hogy azért érdemes, mert nincs olyan sok belőle, mint gondolná az ember. Tehát felhőtlen, szuper, sima napból, jókedvűből nincs annyi, mint hinné az ember. Bizony. Na, nagyon jó vagy, Viccus. Köszönöm. Lesz egy bocsizacsid. Nagyszerű. Rakunk bele egy nyári sapkát, tehát egy előszivacs hátulháló. És Gyuri? Az is. És egy bögrét is teszünk bele. Egy bögrét, oké. Köszönöm szépen. Ha már a
téli sapka nem jött össze, legalább nyári lesz. Így van, így van. Így lesz. Köszi, türelem is, majd hívnak a címedért is. Jó, köszönjük. Köszönöm szépen, szép napot nektek. Neked is. Szia, szia. Nos, mi van még? Azt, ez nem igaz, én egy körforgalom mellett lakom. Az elég. Ahol a befelé hajtóknak van elsőbségük, mert nincsen kihelyezve az elsőbségadás kötelező tábla. Hát akkor valóban, de most másról beszélünk, de hát akkor... Nem általános azt mondják, hogy aki a körforgalomban van, annak van elsőbsége? Hát egy körforgalom... Ha van tábla. Csak ha van tábla? Na jó, hagyjatok békén, gyerekek. A... Közlekedjen mindenki, ahogy érzi. Igen. Tényleg. Ahogy amúgy mond... is csináljátok. Igen. Ha nem volt tegnap baj, ma se lesz. Ugyanúgy csinálod. Majd hol? Na, Horthy Gábor következik. Futball téma, tudjátok, és ez egy érdekes kérdés, ez a Bundesligában tűnt fel neki, méghozzá, hogy egyre több a bírói hiba, és ez komoly indulatokat vált ki. Ugye ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy mit kéne még rábízni számítógépekre és kamerákra. Hát igen, mert mondjuk lehet, hogy egy apró bírói hiba, máshogy ítél valamit, onnantól kezd az egész meccsnek a lefolyását befolyásolja. Hát az egész meccs befolyását, akkor a bajnokságon való haladásodat előre vagy hátra, ez aha, pénzben is jelentkezik a csapatoknál, tehát ez tud nagyon-nagyon komoly hátrányt okozni egy-egy csapatnak, de hát ugye emberek vagyunk és tévedés, és a kérdés itt az, és ezt beszéljük majd meg a Gáborral, hogy a meccs szépsége abba nem tartozik-e, abba, vagy nem tartozik-e ebbe az is bele, hogy ott van az emberi komponens, hogy valamit nem látott aha, a bíró, hogy föl tudunk hördülni, hogy bezzek, ha azt a meccset, azt meg befújta volna a 11-est, akkor ma még mindig mi lennék a világbajnokok, stb. Tehát, hogy ez hozzátartozik-e, vagy nem, ezt le kell, mert tényleg a puszta, steril eredmény kell, hogy számítson. De szerintem ez egy emberi játék, tehát ebbe meg kell hagyni ezt a kis, hát nehogy már gépeknek kezdjünk el megfelelni, hogy szerintük hogy volt jól. Igen, van. Igazad van, csak az a baj, hogy hát ez hozzátartozik a futballhoz. Hogy megy tovább az eredmény, meg a pénz. Hívjuk Horthy Gábort a hírek után. Ez a Bocskor! 9 óra 10 perc van, és hát kívánunk szép napot mindenkinek, jó reggelt, gyönyörű napunk van ma egyébként, 20 fok körül hőmérséklet, napsütés többnyire. Szia, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Hello, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. És neked is, Anett. Szia. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Van megint egy kedvenc SMS-en, tudjátok, amikor úgy van megírva, amiből én próbáljak értelmes mondatot fogalmazni, úgy olvasom, ahogy van. A körforgalomban nem is nagyon keresutezitek egymást. A belső sávban haladó megy ki a legkésőbb távolabb. A külsőben lévő autó a lég korábban a kihajtónál. Ezért találták ki a két sávot. Persze vannak esetek, kivételek. Alkonyvadász. Uh-huh. Így most már mindenki tudja? Ez a szabály. Én ezt kinyomtatom, rendőrnek felmutatom. Ne keresutezitek egymást, uh-huh, mert lég korábban. Uh-huh. Külön. Jó, hát hülye, aki ezt nem érti. Persze, hogy hülye, aki nem érti. Ezért mondom. Hallja, a körforgalomban kidugod az orrát, agresszíven, szigorúan nézel és támadsz. Természetesen irányjelzés nélkül. Üdv egy BMW-s. Hát ez az. Ez jó volt, Zotya, köszönjük szépen. Előszivacs, hátul háló, hangutánzó Lovász László. Kicsi Gabi üzente ezt nekünk. És ha már futball és Horthy Gábor, itt valaki előre kérdezi, nem tudom, látta-e a meccset, azt mondja, kérjétek meg Horthy Gábort, véleményezze a Fradi Újpest utolsó gólját, amit elvettek varral. Üzeni Nike Man, az újpestes. Aha. Hát, hogy látta a Gáborról sem, ezt nem tudom, de mindjárt kiderült. Valaki így csinálja. Kovács passzol, Kese támad, és gól. Valaki így. Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli! Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor. Gábor, jó reggelt, szia! Jó reggelt, szevasztok, ugye jól vagytok, meg minden. Meg minden vagyunk, persze. Nagyon jól vagyunk, Gábor, köszönjük szépen, remélem te is. Itt kiváló. Gyors kérdés, láttad ezt a meccset? Van erről véleményed? Nem tudom, ugye, amit kérdezett itt a hallgató az előbb. Láttam, ez a Ferencváros-Újpest derbi volt, és egy kroázi nevezetű futballistának a kezére esett a labda. Tagadhatatlan ráesett, viszont az egyik ismerősöm a Facebookon egy nagyon konkrét állásfoglalást tett ki.
ezt most idézem, 2020-as szabálymódosítás kimondja a támadó vétlen kezezése, csak abban az esetben szabálytalan, ha azonnal gólt eredményez, vagy a labda a kéz érintését követően nagyon rövid utat tesz meg a gólig. Például kezezés gól, kezezés passz gól, kezezés csapattárshoz pattan, passz gól. És itt semmi ilyesmiről nem volt szó. Ha nem, hogy volt? Mert én nem láttam. Úgy volt, rápattant a Croazének a kezére, azt hiszem a jobb kezére rápattant, akkor az valahogy lelassult, mögé került, a Croazé megfordult, és berúgta a jobb alsó sarokba a labdát. Tehát itt a három esetből egy sem valósult meg. Aha. Elméletileg a szabályos gól volt. Itt így a pedig én nem láttam, de egy picit úgy hangzik, hogy kézzel letette maga elé vagy mögé, és akkor abból rúgott egy gólt. Ez most azt sugallja, hogy szándékosan ért hozzá, de nem, rápattant a labda a kezére. Az tény, hogy a kezére pattant. És most a játékvezetők ezt most nagyon komoly ukázba kapták, hogy ezt meg kell torolni, tehát döntést kell hozni. De nem lett belőle kezezésből gól, nem lett a kezezésből passz és gól, nem lett a kezezésből csapattárshoz pattanó labda, passz és gól. Hanem tehát kéz és gól. Tehát kéz. Igen. Hát ez érdekes. De ez valami, és ezt a VAR-on vizsgálták ott a helyszínen? Nagyon erősen vizsgálták. Egyébként az első pillanatban látszott, hogy az újpesti játékos kezéhez hozzáért a labda. Mm. Na de hát itt most azt hiszem 30 ezer néző volt. Bajnokavatásra készült a Ferencváros. Ha ezt a meccset megnyerik, akkor minden jó. És megnyerték. Mind a mellett azt hiszem ez a 97. percben született ez az egyenlítő gól, egy beívelés után a kapus rosszul ért a labdához, aláfutott, akkor Croazéhez került, ő volt ott közel, ugye jobb kezén lelassult a labda, nem passzolta senkihez, ott maradt nála, visszarúgta a jobb alsó sarokba, gól. Aztán jött a varozás, aztán nem gól. És aztán nem gól. Aha, tehát végülis nem adták meg. Nem. Ha megadták volna, változott volna bármi is a Fradi bajnokságán? Egy héttel kellett volna várni a bajnokavatáson. Na de hát itt most az Üllői úton játszott a csapat, direkt, hát én legalábbis úgy éreztem, hogy ez az aranyszínű mez, ez ilyen finom utalás arra, hogy hát itt egy aranycsapat formálódik. Egyébként lehet, hogy csak úgy adta ki, hogy mit tudom én, péntek, vagy 27. forduló fehér mez, 28. forduló fekete, 30. forduló arany. Lehet. Ez csak így adta. A Marika néni a szertáról. Hát igen, sokszor a mosás befolyásolja. Hát egy helyen erről beszélünk. Igen. Úgyhogy ez tényleg nagyon érdekes téma volt, és mondom, köszönöm ennek a mindamellett újpesti kötődésű ismerősömnek, hogy ezt a szabályt fölhozta. Tehát ott abban a pillanatban hát a játékvezetőknek, hát hogy mondjam, nem sok menekülő útja van, és ráadásul nem tud elővenni paragrafust, nem tudja megnézni a szabályzatot, hanem azonnal dönteni kell. És itt ez a döntés született, hogy ez a gól nem gól, és lehet ünnepelni. Nem volt ebből már különösebb probléma, mert amikor 2006-ban egy Urs Meyer nevezetű svájci bíró az Európa bajnokságon 2004-ben pontosan az angoloknak nem adott meg egy gólt, és az angol sajtó, hát hogy tudjátok nagyon jó, hogy a szétmar mindenkit, véletlenül kidobta ennek az Urs Meyernek az e-mail címét. Oh. 16 ezer e-mail érkezett. 16 ezer fenyegető e-mail, közte egy pár halálos, és ez az Urs Meyer nevezetű fickó úgy döntött, hogy hát a menekülés útját választja, 10 napig a Jura-hegységben bújdosott, hogy még véletlenül se találják meg. Akkor volt egy másik mérkőzés 2009-ben, egy Övrebo nevezetű fickó, norvég játékvezető, aki nem mellesleg, pszichológiai professzor, vagyis pszichológus professzor, nem adott meg egy büntetőt a Chelsea-nek. És hát halálos fenyegetést kapott ő is, ugye ez volt a minimum, és ráadásul szállodát kellett váltania. Úgyhogy hát azért nem olyan könnyű a játékvezetők élete. Nem, nagyon nem. Abszolút nem könnyű. Az előbb azt mondtad, hogy de hát neki nem volt ott egy szabálykönyv, hogy elolvasod. Azért egy valamit el lehet várni egy játékvezetőtől, hogy a szabályokat fejből tudja. Aztán, hogy azok közül melyiket választja ki a fejéből és tartja érvényesnek, az már nyilván egy szubjektív döntés. De az, hogy ő most akkor tanácstalan volt, bármelyik bíró tanácstalan volt, hogy most akkor a szabály hogy is van, az azért az erős lenne, nem? Olyan nincsen, hogy egy játékvezető tanácstalan, mert hoz egy ítéletet. Igen. Ha
ha vitatott az ítélet, ugye itt van erre ez a VAR, ez a videó elemző szolgáltatás, akkor vagy onnan szólnak, tehát az irodából, abból a telemonitorozott kis szobából, vagy pedig, hát esetleg ő kérdez rá, hogy gyerekek, ezt nem láttam tisztán, hát ilyet még nem hallottam bevallani egyébként, hogy nem láttam, és akkor onnan hoznak döntést. Na most a következő volt a hétvége, Németországban óriás tűzék, volt egy Borussia Dortmund-Bayern meccs, és egy játékvezető rossz ítéletet hozott, mert a Pavard, ez nagyon csúnyán felrúgta, a Bayern védője, Pavard felrúgta Bellingemet, a Dortmund játékosát. És a játékvezető nem hozott semmilyen ítéletet, és a Marco Fritz nevezetű varos szakemberre varták a balhét, hát ez milyen jó kis szójáték, varos balhéra varták a balhét, szóval, hogy ő nem szólt a stúdióból, hogy ez szabálytalanság volt, mert akkor valószínűleg más lett volna a mérkőzésnek a végkimenetele. Ez a mostani meccs? Igen. Aztán volt egy másik, a Red Bull Lipcse Union Berlin, itt pedig egy Daniel Schlager nevezetűnek szóltak a varszobából, hogy durva szabálytalanság történt a 11-esen belül, és ő pedig átértéket, azt mondta, hogy itt nem volt semmi, fussunk tovább. És ez van joga? Persze. Abszolút, megtehet. Mind a bíró dönt. Van, ez ugyan, mint a repülőgépen mindig a kapitány dönt. Tehát akkor is, hogyha a VAR valamire azt mondja, hogy ez rohadtul nem volt oké, a bírónak joga van azt mondani, hogy de, mert én úgy láttam. Abszolút, teljesen igaz is. Ezen is gondolkodtam, miközben készültem, hogy hát más sportágakban megoldották azt, hogy nem egy játékvezető mozog a pályán. Hát a kézilabdában 2, a kosárlabdában 3, az amerikai fociról nem is beszélek, hogy ott mennyi. Mondjuk a rögbiben ott csak egy van, és még egy dolog, mert ugye amikor egy ilyen rossz döntés születik, akkor egyik fél biztos, hogy ideges lesz. Erre is majd mondok egy pár színes történetet. Angliában úgy határozták meg a labdarúgást, hogy úriemberek játsszák csibészmódra, a rögbit pedig úgy definiálták, hogy csibészek játszanak úriembermódra. A rögbiben egy ember mehet oda a játékvezetőhöz, és kimért hangon megbeszélik, hogy mi történt. Érvelhet a labdarúgók, meg hát agyonrövikre, meg szétrugdossák a játékvezetőt. Hát hány ilyenről hallottunk. Oda mennek és üvöltöznek és taszigálják, tehát ez az állítás még az 1900-as évek elejéről származó, miszerint ugye csibészek játszanak úriember módjára, úriemberek játszanak csibészmódjára, ez teljesen érthető. És erre mondok egy pár példát, hogy egy Gabriel Murta nevezetű játékvezető Brazíliában a Brumadinho Amantes da Bola mérkőzésen, hát ez egy amatőr mérkőzés volt, vitatott helyzet alakult ki, és elővett egy pisztolyt. Elővette egy pisztolyt, és onnantól kezdve hirtelen nyugalom támadt a pályán, mindenki respektálta a játékvezetőt, aztán volt még egy másik, egy hondurasi amatőr versenyen, képzeljétek el, a játékvezető egy akkora ezüstmordát lóbált a kezébe, de ilyen tök hanyagú sétálgatott, és tudod, mint Bruce Willis, amikor megy leszámolni, tudod, a gonoszsal, az utolsó film, és úgy sétálgatott a pályán, Honduras, hát ez óriási. Egyébként nem csak Dél-Amerikára jellemző ez, mert Amerikában egy oklahomai játékvezető is vitatott eset alakult ki, egy piros lapot kiosztott, ott lögdösödtek így úgy, elszaladt az autójához, kivette a pisztolyt, belelőtt a levegőbe és elhajtott. Úgyhogy ő meg így rendezte az ügyet. Ott is hagyta. Tök érdekes, mert Lacit rákérdezett az előbb, hogy de hát a bíró az felülbírálhatja ezt, amit a VAR-on látott, vagy a VAR-on jeleztek neki, és ugye mondtad Gábor, hogy igen. Én egyrészt emlékszem arra, amikor Kassai Viktor volt ugye itt vendég a stúdióban, és ő nagyon sokat mesélt, egyébként nagyon-nagyon sztorisan, nagyon élményszerűen mesélt arról, hogy miken mentő keresztül, de ami nagyon-nagyon izgalmas volt többek között az, hogy hihetetlen, hogy mennyi tudás, információt gyűjtenek ők magukba, hogy mennyire bonyolult ez a szabálykönyv, amit nekik betéve tudniuk kell, és hogy milyen nehéz ebből a pillanat töredéke alatt jó döntést hozni. És nem csak azért mondom, mert te mondtad ugye, hogy ez volt az Újpest meccsen. Valakit írja, azt mondja, néztem a meccset, és visszanéztem én is többször. Tehát ő visszatekerte, visszanézte, ezerszer megnézte, ugyanúgy kép, de gyakorlatilag mint a VAR. Varosat játszott otthon. Varosat játszott otthon, és azt mondja, nem ért hozzá a kezéhez a labda. Tehát, hogy annyiféle módon lehet még VAR ellenére is másképp dönteni. Aha. Hát igen. Amit felolvastam nektek paragrafust, az is ugye egy nappal az esemény után jött föl, hogy valaki elkezdett utána járni, hogy
hogy mi a rend, mi a szabály itt kezezésnél, ha gól születik. Azért, bocsánat, Thierry Arrinak volt egy gólja, amit Ukrajna ellen szerzett, és tisztán látszott, hogy kézzel ütötte át a labdát. De mindenhonnan, még a Holdról is látszott, hogy kezezés volt. Sajáték vezető azt mondta, hogy hát, uraim, ez szabályos gól volt, gyerünk középkezdés. Úgyhogy borzasztó nehéz, és bocsi, arról nem is beszélve, hogy ott vannak a játékvezetők, sprintelnek, a pulzusuk 4 millió, a vérnyomásuk 6 ezer, üvöltöznek velük, presszionálja őket a 90 ezer néző, úgyhogy elég kemény dolog ám azt azért kibírni. A nagyon-nagyon felfokozott idegállapot, ez biztos. Igen, igen. Egyébként ugye itt a Gyuri mondta, hogy a súlyos bírói hibák a Bundesligában lesz a fő vonalad, hogy ez most csak azért kérdezem, hogy ez most a Bundesligában téma? Tehát, hogy... Abszolút. Igen? Abszolút. És milyen megoldást javasolnak a radikálisok? Hát, ugye mindenki először is az emberi halandóságot, a gyarlóságot emeli föl. Aztán ott előfordult, hogy egy Patrick Ittrich nevezetű játékvezető bocsánatot kért, mert hogy nem adott büntetőt. Akkor a játékvezetők egyébként belátják, ha hibáztak, még Németországban az is divat, hogy a meccs után közvetlenül, amikor már ugye fölöltöztek csinosba, akkor megkérdezik őket. Magyarországon nem lehet a játékvezetőket megkérdezni. Uh-huh. És hát ugye a Bayernnek kétszer nem adtak meg, volt egy Augsburg-Bayern meccs, ott az Augsburg ellen hoztak ítéletet, és amiről pedig beszéltem, ami a hétvégén volt, itt pedig a Bayern mellett. Hát mi és Karsai Viktor egyébként nem nagy barátja a Bayern München. Beszéltünk vele erről. Igen. Azt mondta, úgy, igen, tehát ő azért az Ebene-Strasse közelében nem parkolna lett, persze. Ne, és azért Bajorországot sem át elkerül. Ne? Valahol alul megyen, Ausztrián próbáljon meg elkovályozni. Igen, azt mondom, hogy Rummenigge még mindig emlegeti olykor egy-egy interjúban. Jó, Gábor! Nagyon-nagyon szépen. Hagyján, ja, igen? Ja, jó. Bocsánat, azt hagyján, csak hogy Uli Hoeneß hogy emlegeti. Na, az a fontos. Oké, ez volt az utolsó. Ez volt az utolsó. Köszönjük szépen, okay. Gábor, egy hétben találkozunk. Szia-szia! Szia! És itt jön valaki, azt mondja, a bírót kérdezzetek meg, nem hallgatlak benneteket, meg nem bíróról volt itt szó, meg nem az Újpest meccset akartuk igazságossá tenni. Nem is lehet, mert mindenki másképp írja. Itt az tehát ez egy szubjektív dolog, akárhogy is nézzük. Én most lettem a barátja annak egyébként, hogy nem kellenek bírók, csináljon mindent a gép meg a kamera. Ez ennyi. 16 irányból föl lehet venni azt a kezezést, meg lehet nézni, vissza lehet nézni, aztán majd a szabály rugalmatlan, azon nem lehet változtatni, akkor az alkalmazásán se, szerintem. Üzeni Ildi, szerelmes vagyok a Hortiba, puszi Ildi. Ó, nagyon sok bírom sikert. Gábor bejelentkezéseit, ha ő közvetítene meccset, leülnék a tévé elé, jó szurkolást kíván a Faldoktól. Reméljük lesz még ilyen, hogy Gábor fog meccset közvetíteni. A turnénk indul jövő hétfőn, Nyíregyházán kezdünk, ott leszünk a Kossuth téren, a Koronaszáró és a Szökőkút között. Kedden Békés Csabán a Korzó téren. Szerdán Szolnokon a Hilt téren. Csütörtök Győr Városháza tér. Pénteken Kaposvár a Kossuth téren, és minden állomáson, minden alkalommal, minden nap lehet nyerni egy Hisense Gamer QLED TV-t, akkor a hangcsapdához Samsung Galaxy Tabet, Samsung Galaxy A13-as mobiltelefon, mindez az AquaWeb áruháztól, ezt mind lehet nyerni minden nap, és még 50 ezer forint értékű sorsjegy csomagot is a Szerencsejáték ZRT-től, csak mondom. De most jön a lényeg. Így van. Illetve a másik lényeg. A másik lényeg, mert hogy minden városban nyilván előző délután megérkezünk, és akkor mi ott csapatostul meglátogatjuk a legnagyobb bocskor rajongót a városban. Így van. Ezt az otthonodba teszünk, ahova hívsz bennünket, oda megyünk. Uh-huh. Ha akarod, hívd át a szomszédokat, viszünk egy abszolút exkluzív VIP bocsiboxot, és azt átadjuk, fotózkodunk, dedikálunk, amit szeretnétek, kocintunk, Lacika, dobd ki a telefonot, és ez, de meg kell írnotok ugye a Facebookon, a videónkon, ezt mi elmondjuk részletesen, és alá kommentelj, hogy miért vagy te abban a városban a legnagyobb rajongó, és hogy miért te érdemled meg, hogy hozzád menjünk, és akkor lesz egy kis sorsolás, amit mi itt privátban elvégzünk, és minden városban meglátogatunk előző nap valakit. Bizony, és visszük a személyesen. Boxot. Visszük a boxot is, így van. Jó, ez lesz a mai nap legjobb pillanatai, következnek mindjárt, és ez egy quiz volt, most éppenséggel a retro gyerekfilmek. Igen, kicsit íze. Visszaemlékeztünk, Gyurinak remek kérdései voltunk, bocsival tippeltünk. Ez a Bocskor! 10 óra lesz 6 perc múlva, és képzeljétek el, turnéra bejelentkeztek, hogy megyünk valaki Tahitót faluból, és Hawaii-ról, nincs mese.
Ne, tényleg jön. Máháló, köszönet a ma estéért, reggelért. Olyan jókat alszom és álmodom a műsor után. Repi egy pipa, megyek két hétre haza, úgyhogy nem menekültök, biztos találkozunk, puszi. A legnagyobb. Hát ez ilyen. Igen, hát gondolom nem miattunk jön csak haza, de hogy... legyen így a történet. Így van, nagy, nagy örömmel várunk, és megbeszéljük ezt a 40%-ot, igen, amiről tegnap szó volt. És még mit üzenek? Ja, van egy közlekedésünk, ez fontos. M7-es Budapest felé vezető oldalán a 48-47-es kilométer között belső sávban koccanásos baleset. Még most szálltak ki az autóból 9:34-kor. Kösz. Na, ezért nincs meg nekem. Igen, mert már olyan rég volt. A nyíregyházi rajongóhoz vasárnap mentek ki? Igen, vasárnap megyünk. Halleluja Istennek, nagyon tetszett a mai nap, remek volt a kvíz és a Tyson téma is. Joe Zsaru, köszönjük szépen. Ott leszek Nyíregyen, nem viszek semmit, üzeni a szlovák lány. Így kell, gyere. Pontosan. Sziasztok, most hallottam az ismétlést, hétfőn megy igen a tahitót, és nosztalgikus éteri kvízmesterek, zárjátok be gyerekkorunk archívumát. Köszönet a mai időutazást. A fal doktor. Bizony, jövő héten turnézunk Nyíregyháza, Békés Csaba, Szolnok, Győr, Kaposvár, ezek az állomások hétfőtől péntekig, de minden helyszínen egy nappal előbb, valamikor az megelőző délután mi személyesen elmegyünk egy rajongóhoz. Ha azt mondod, hogy haza, hozzád megyünk, akkor oda megyünk, vendégek leszünk, viszünk ait. Igen, és be kell bizonyítani, hogy te vagy a legnagyobb rajongó. A Facebook oldalunkon ott van a videó, abban mindent elmondunk részletesen, oda alá kommentbe le tudod írni. Hogy miért vagy te, és hogy miért érdemlettem meg azt, hogy pont hozzád menjünk, viszünk egy bocsis VIP boxot, és ezt minden állomáson megcsináljuk előző este. Előző délután, mondjuk így. Így van, és a boxot is meg fogjuk videóban mutatni, úgyhogy Facebook. Igen, ha összeraktuk, megmutatjuk azt is hamarosan. Jó. Vágó piros? Így van, érkezik. Érkezik. Helyes, jó, akkor vele jó szórakozást, folytassátok a retrózást. Aki itt a bíró, meg játékvezető ügyben nagyon megbántva érzi magát, ne írjon, mert akkor azt hiszem, hogy még mindig hallgatsz, pedig megígérted, hogy nem. Igen, legyen így. A többieket szeretettel várjuk holnap reggel 6:08. Viszlát!